Magyarország első és egyetlen morning show-ja. Jó reggel! És most, hölgyeim és uraim, elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a Morning Show. 6 óra után 17 perccel itt is vagyunk. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, hello Jani. Hello. Mindenkinek. Hát ilyen késő van, így elment az idő, de hát itt vagyunk. Nem mi voltunk. Sok reklám, hál' Isten, és egy zene, és utána már is érkezünk, de köszönjük az aggódó SMS-eket, hogy hol vagytok, kezdjetek, mi van veletek, miért nem vagytok, várunk már, nem tudok fölkelni nélkületek, és a többi. Itt vagyunk a 4 napos szünet előtt, a hosszú hétvége. Jaj, de jó. Hát, jó lesz ez, annak ellenére is, hogy szabad hasonlap egy kis esőt prognosztizálnak a szakemberek, köztük a mi Ákosunk is, de hát ha megúszuk. Hát ha megúszuk, és azért a 4 nap az 4 nap, szóval azért az a március 15-dik, ez rendes, jó, hogy ezt most idén így tudta nekünk betenni, hogy... Ugye az is jó a péntekre esik, egyébként kiszámoltam, az is jó a hétfőre, ha kedre, ha csütörtökre, tehát igazából egyedül a szerda, meg a hétvége az, amik egyetlen. Igen. A többivel jók vagyunk. Úgyhogy hát most kedre esik, és aztán már egy húsvét. Úgyhogy most vannak ünnepek. Tina Turner Rulez írja, nekünk hát a valaki. Tina legnagyobb. Tina egyébként a legnagyobb volt, igen. Egyébként itt él már a kontinensen. Ugye olvastam, igen, tökre megdöbbentem rajta, olyan fura volt nekem, mert nem döbbentem meg. Azért egy picit fura volt, hogy egy svájci, azt hiszem, hogy talán valami impresszárióhoz, vagy producerhez, vagy üzletemberhez ment hozzá. Tehát olyan de gondolom, ami valami alsókenőhöz, vagy valami gépkezelőhöz, vagy darus kezelő. Csoki gyárban az emulgátorokkal foglalkozik. Igen, hát hogy gondolom, hogy kifogott valami. Homogenizátor mellett dolgozik. Nagyon gyenge svájci milliárdos, tudod, nem, mintha egyébként neki erezősége lenne, de nem el tudom képzelni, azért nem. Mellette találta meg a boldogságot. Hát a boldogság az már csak ilyen. Egy öngyújtó töltőhöz és esernyőshöz ment. Egy értelme. Például Salma Hayek is egy milliárdos mellett találta meg a boldogságot. Hát figyelj, hát most jobb bebiztosítani azért ezt. Nem szép ember, de nagyon jó, meg egyébként is a szépség a szubjektív fogalom. Az meg a másik, igen. Tina Turner most már azért mennyi? 70 körül? Tavaly előtt volt a 70-es szülinapja. Egy nagyon egyszerű kis partit csaptak össze néhány ezer vendéggel, anya megérkezett, énekelt, egy kicsit mindenki sikoltozott, azt hazamentek. Lehet, hogy itt jött össze az új csávójával, nem tudom. Bocsánat, csak közben elolvastam valamit, a borstán, és az a szó van benne, hogy álomban, és elolvassátok az egészet, akkor érteni fogod, hogy miért viccet. Ja, nem, már tudom, már így láthatom, és tudom, mert ez olyan hír volt, meg sőt, voltak róla fotók is erről a bizonyos eseményről, nagyon vicces volt. Én is láttam, hát azért az jó lehetett, amikor föl volt mondjuk ezen a rendezvényen az egyik TV2-ös műsorvezető éppen prezentációt tartott, és azt látta, hogy az elsősorban valaki durva. És ráadásul pont róla beszélt. Ilyen rendes az alapítás. Neki egyébként több ilyen fotója is van. Igen, tehát hát ő már azért aludt a főnök előtt is. Igen. Ja. Hát sok a cég, tudod, ott elfáradsz. Nézzük az SMS-eket, mit írnak a hallgatóink. Jó, ez a Kozsó angolul is ide valaki. Az M5-ös autópályán 79-es kilométer kőnél kamion az árokban. Remélem, hogy a kamionjével az csak egy elírás. Drága hallgató, nem szoktam ebbe soha belekötni, de most ez így nagyon ronda. A kamion az nagyon. Rosszul néz ki. Sose kötök bele senkibe, rosszul ír helyesen, de most így pont kéken világít, hogy kamion, az... Ma mentsük fel mindenkit a helyes írás alól. Én az elmúlt 6 évben mindenkit felmentettem, és soha nem kötöttem bele. Olyan szinten mentsünk fel mindenkit, hogy bármit írhatok, bárhogy, ja, tényleg a legtragikusabbak is jöjjenek, hát mindent. Jó. Toljatok mindent, ami a csövön kifér. Jó, legyen ma egy ilyen helyes írásmentes nap. Én tehát ahogy lehet. Vannak olyan portálok, ahol üldözik az úgynevezett nyelvtannácikat, tehát hogy ahol konkrétan ki vannak ráhegyezve, kitiltják őket, tehát ahol már jelzik, hogy nehogy valaki nekem leírja, hogy elipszilonösé, pontosé, hogy kétel, hogy nem így írják, stb. Igen, ez az elipszilon meg pontos, hát ez egy akkora kiszúrás, teljesen felesleges és teljesen hülyeség, aki kitalálta, de tényleg komolyan mondom, hogy minek kell 2 darab J betű, érted? Hát most kimondom, hogy lyuk, nem mindegy, hogy akkor most pont az lyuk. Igen. Elipszilon pontos, luknak mondom, lukénak írom, lyuknak mondom, érted? Tehát, hogy teljesen mindegy. De komolyan, tehát az ember megőrül ettől. Na, azt nézem, hogy milyen SMS-eink vannak. Add meg nekem, Anna, légy ezt az örömöt, hogy elverhessem a nagyszájú fiúkat a játékban, és győzelemre vezessem a hallgatók népét. Zoli, milyen szépen. Zoli, milyen szépen írta ezt. Hogy állunk? Mi a helyzet? 2-2, úgyhogy lehet izgulni. Ki van hegyezve? Ojjajjajjajjaj. A helyesírás amúgy is hülyeség. Jaj, de szép, csupa pontos szépen, igen. Igen, a kamion pontosan írta, de hülye az elipszilonos kamion. Elküldték elipszilonnal, ilyen kamion. Igen, miből lehet tudni, hogy itt a tavasz megjelentek a hangyák. Na. Egyébként tényleg. Minden, és az ümmögők és minden más. Figyeljetek, de az a durva, hogy mi most két különböző módszert is próbáltunk, és csak a második vált be. Az elsőre gyakorlatilag immunisak voltak. Így van, így van. A második ez egy kanna benzint kellett vennem a kúton, és felgyújtani a házat. Figyeljetek, vettem két ilyen hangyaírtó szer, tehát a fáj a szívre, egyszerűen nem tudunk velük mit kezdeni. Tehát amikor már tényleg azt látod, hogy bármit kiraksz a tálalóra, a konyhaasztalra, stb. És így hirtelen megjelenik egy csapatostól, hogy egy kis fekete vonal így megjelenik, ahogy hogy rajzanak így, vagy nem biztos így szoktak mondani a hangyáknál, de hogy elmennek a tányérig és lehordanak róla gyakorlatilag mindent. Megvetünk egy ilyen magyar terméket, rá volt írva 2 vagy 3 nap után, eltűnnek a hangyák, elviszik a bolyba, ott a bolyt megmérgezés, mindenki gyakorlatilag egy totális pusztulás lesz. Nem örülök ennek a módszernek, de hát mondom, nem lehet velük mit kezdeni, semmit nem ért. Elhordták, hazavitték, megették, igen, és kértek, mégis megrázták még a dobozt, hogy van-e még benne. Aztán vettünk egy másikat, mert azt mondták, hogy na, az a totális hangyaarmagedon, tehát hogy az ott aztán kőkövön nem marad, hát, még a bolynek a helyét is felperzselik, igen, tehát hogy semmi nem marad. Na és az működött. De az első változatból semmi. Igen, én a szodabikarbonával indítottam évekkel ezelőtt, azt elmeséltem, azt vidáman elhordták, hát napokig szó volt róla, hogy küzdök a hangyák ellen, szemtelenek egyébként, szemtelenek, és ha beengeded őket, akkor nincs. És mindenhol. Én eleinte csinálgattam, szépen lapátra rásöpörtem őket, így 20-asával, 30-asával kivittem az ajtó elé, kiszortam, aztán ugye visszajönnek. Igen, ráadásul lerövidítettem nekik az utat a bolyig. De jól lakott, és kivitted a bolyót. A többieknek, ugye gyertek meg még szállítás, és valóta vissza. Hallott? Taxiszolgálat érted, sofőrszolgálat van ért. Igen, az egy nagy küzdelem, hát akinek háza van, vagy kertes háza, vagy olyan háza, vagy olyan lakás, ahol ezek elszaporodtak, azt tudja, hogy van harc. A másik meg a poloska, az nem tudom, nektek feltűnt? Hát csak néha van egy-egy átutatóban nálunk. Nálunk olyannyira nem egy van, hanem 1000 van kb. És áttelelnek bent a lakásban, mindenhol ilyen függönyre, meg dobozba, hát érdemes lenne, hogy leszeditek mi a függönyt, vagy mit tudom, takarítotok egy kicsit. Néha így lefújik innen a port. Ez a szoba is kész. Annyi poloska van, hogy én megőrülök tőlük. Tényleg, de ilyen 100 számra. Tudom, és azok büdösek is, azok kinyomnak magukba valami cuccot. Nálunk a Benni előszeretettel kapdossa el őket, és akkor imádja, hogy ott fogja, cipeli, megmenti, kirakja, berakja. De egy-kettő nálunk, az például nincsen sok. Nálunk kellene a gyerek egész nyáron. Igen. Meg kajálni is tudnánk. Állítólag ezek tele vannak fehérjével, meg megoldódna. Jövő táplálkozásában lesz szerep. Igen, megoldódna az emberiség élelmezési problémája, mindenki átállna. A gyúrosok most felkapták a fejüket. A rovarokra. Soha sok aminósabb, fehérje. Mellé még néhány. Protein, minden benne van, állítólag ezekben a bogarakba, tücsköbe, hangyákba. Tájföldön eszik őket, nem kevés. Ez a jövő. Számban. Ezt fogjuk enni mi is, igen. Na. Mit akartam mondani? Nem akartam most semmit mondani. Azt akartam mondani, hogy megmutatjuk, mi történt velünk tegnap. Legfontosabb, ugye ez, mert mindig ismételünk, Jani rap szövege. Így van, ugye a Gütyülgánk után Jani azt mondta, hogy felszívja magát, hazamegy és ír egy rapdalt, mert nem lehet, hogy 16-18-es fiatalok lenyomjanak bennünket. Ennyire jók legyenek. Ennyire jók legyenek, hogy a Gütyülgánget 2-3 napig bemutattuk, és azóta minden nap egy kicsit beléjük szimatolunk. Mi nagyon kedveljük őket, egy vidéki, hát nem az a formációról, még talán annak sem mondható, a reformációnak pláne nem egy ilyen. Baráti összeröffenés. Baráti összeröffenés, igen. Ácsi srácok egyébként, talán. Ez a dal címe? Mondom, nem, a településnek a neve. Jöztem, hogy Ácsi srácok, ne tovább. Ja, azt így értettem. Szóval igen, a Gütyülgánk, és Jani, hát az ő hatásukra azt mondta, hogy nagyon mutassuk meg akkor, hogy milyen repszöveget tudunk írni. Hazament és írt egy repdalt, kerestünk hozzá beatbox alapot, közben beleakadtunk egy amerikai családba, apába, lányába, akik közben zseniálisan beatboxoltak. Kicsit beléjük és beléjük hallgattunk, aztán pedig Jani elnyomta a repet, amit majd elvileg 3-an fölnyomunk, és akkor igen, lesz egy repdalunk is. Igen, az egyik a hallgatónk, a Klaszton már meg is zenésítette, ezt még nem mertem meghallgatni. Az jó, csak akkor nyomjuk föl verszakonként mindenki, hogy átdobja a másiknak, meg tegyünk egy alágyalapot. Na, közben mondom, hogy lehet jelentkezni játékra is, aki játszana, és hát, hogy is mondjam, szóval bírja a nyomást. és úgy érzi, hogy bírja a terhet, és el tudja vinni a 2-2-t, akkor jelentkezzen játékra. Jó, de csak az, hát izguló hangú, remegő hangú csajok. Jaj, csak megpróbáltam, ezek ne legyenek. Igen, itt most nagy a tét, mert 2-2 van, behúzhatjátok a hetet, és ez nagy dolog, hogy ennyi év után még tudtok nyerni. Mert hisztek magatokban. Egyrészt hisztek magatokban, ugye mi még minden nap játszunk, trenírozó vagyunk, de még ennek ellenére is legyőzhettek bennünket, úgyhogy ez nagy dolog, egy újabb hét a tiétek lehet, az jelentkezzen, aki bírja a nyomást. 4 napon keresztül királykodhattok. Az meg a másik, hogy 4 napig lehet mondani, hogy legyőztük. Hát, aztán persze természetesen akármi is lesz, a jövő héten már úgyis megint mi fogjuk behozni. Persze. Addig 4 napig azt hittek, hogy nektek áll az áll. Persze. A legyőztök úgyis elmondjuk, hogy állunk évi összesítésben, de azért érezzétek azt, hogy leverhetőek vagyunk. Jó, úgyhogy mutatjuk velünk, mi történt velünk tegnap. Hallgassátok meg, jelentkezzetek játékra, mi pedig jövünk az ismétlés és a hírek után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Ebbe aztán jó belefolytottuk? Nem, mert annyira jó volt, hogy ilyen rövidnek érezted. Rövidnek, gyorsan elment. Tudod, ami jó, az gyorsan elszalad. Ami jó, az igen. Az igen. Na, itt vagyunk, 6:45 múlt pontosan, 4 perccel, hello mindenkinek. Drága hallgatók, itt vagyunk, folytatjuk. Ez nagyon király volt, Jani. Király pontosével, Jani elipszilonnal. Nagyon szeretjük. Így van. Ugye? Ma elnézzük bárkinek. Helyesírásmentes napot tartunk. Nyugodtan üssétek a telefont úgy, ahogy szeretnétek. Ez csak azért lesz nekem kegyetlen, mert egyszer nem áll rá a szemem. Hogy, tehát a Janit elipszilonnal olvasni, nem, át kell konvertálnom. Na, 2-2 van, úgyhogy nagy csatára lehet ma számítani. Jelentkezett egy bátor játékos, aki úgy érzi, hogy le tud bennünk egy győzni, és ezáltal 3-2-re hozzák a hetet. Ami szép győzelem, tegyük hozzá azért és ezt. És rátok is férne már. És hát rátok is férne, igen. Úgyhogy már is itt van a játékosunk, akivel játszunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Hello, szia Balázs, szia Jánsoa, szia Fersoa, mi helyzet? Szia! Hello, jó reggelt! Jó reggelt! Azt hiszem, hogy Zoli, hello! Így van, Zoli, szia! Zoli, honnan hívtál minket? Budapestről. Budapestről! És mivel foglalkozol? Hát kérlek szépen többek között online újságíráson is, és mellette még 2 munkahelyem is van, úgyhogy nem unatkozok mostanában. Nem fizet akkor erősen az online? Nem fizet túl jól. Azért kell több munkahely? Jelenleg még csak részmunkaidőben vagyok ott, úgyhogy azért. Mellette még tanulok is, úgyhogy így kérlek. Ajajajaj, vannak terve. És te írtad ezt, hogy add meg nekem légy az örömet, hogy elverhessem a nagyszájú fiúkat a játékban, és győzelemre vezethessem a hallgatók népét. Ez tetszik nekem. Így van, régóta gondolkozok már, hogy jelentkezek a játékra, és egy ilyen lehetőségre vártam, hogy 2-2 legyen, és nagy tétje legyen a játéknak. És gondoltad, akkor megvárod, és aztán bedobod magad. Persze. És most bedobtad magad. Tehát csak, hogy a habókra, hogy semmire nem fogsz velünk játszani. Na jó van. Persze, ha már fész, ha kicsi az fész, akkor a kezem sötét, ahogy Balázs szoktam mondani. Ez így van. És minden nap egy alma, és a doktoram. Ugye, ezt szoktuk mondani. Kivel játszanál, Zoli? Hát mondjuk veled, Bali. Játszunk egyet, jó, én abszolút. Te leszel az eldöntő ember most már. Múlt héten is. Úgy látszik, hogy ez valahogy mindig nem. De Zoli most nagyon elszánnak tűnik, úgyhogy rosszat sejtek magunkra nézve. Na meglátjuk, mehetünk. Jani, 3, 2, 1, fire! Na itt vagyok. Kérdezel? Na szervusz Balázs. Szia! Szeretnék kérdezni. Kérdezel. Igazából 2 témával készültem, mind a 2 a kedvenced, de dönts te, hogy melyiket szeretnéd, az egyik a tenisz. Legyen a tenisz, nem is. Jó volt. Jó, hát tulajdonképpen meg vagyunk, hogy nem is értek, hogy már. Basszus. Ügyes volt. Arra mentél, amit szeret. Igen, rámentünk arra, amit szeretek, és ez azonnal megöl. Azt nem teázom éppen. Meg is állítom. Szép volt, megadjuk a tapsot. Hát így van. Akartam mondani, hogy ne is mondd, hogy mi a másik, mondd a teniszt. Beszélgessünk a teniszről. Végre valaki akar velem a teniszről beszélgetni. És mondta, beszéltünk róla, amennyit mi is szeretünk. Igen, se többet, se kevesebbet. Zolikám, hát ezt így kell csinálni, hát csőbe kell húzni a műsorvezetőt, úgyhogy nagyon-nagyon ügyes vagy. Mi lett volna a teniszával kapcsolatos kérdésed egyébként? Hát, hogy Indian Wells tegnap kezdődött, aztán azzal kapcsolatosan esélylatolgatás, Roger sérült, úgyhogy nélküle van most tenisz. Jó fejjel az lett volna, hogy igazából nem volt tenisszel kapcsolatos kérdésem, csak ezt megértem neked, hogy hát ha már az első mondat után. Nem, tudtam, hogy már itt úgyis el fogod rontani. Igen. Jó, a másik pedig a sorozatok lett volna, hogyha tovább nem volna. Fáradt vagyok esténként, hogy nem, tegnap egy fél affér sorozatot meg akartam nézni, de elbóbiskoltam, úgyhogy nem. Ez most nem megy nekem ez a sorozatnézés. Zoli, küldjük az ajándékcsomagot, jó? Rendben, köszi szépen. Köszi, ügyes vagy, ciao. Szia! Gyerekek, egy nagy taps hallgatóknak, ezt megérdemlik, így kell ezt csinálni, nem vagyunk legyőzhetetlenek, és ez abból is látszik, hogy még azért néha behúztok egy-egy hetet, úgyhogy ez szép volt. Szép volt, tényleg, komolyan mondom. És nagyon jó szívek vagyunk. Miért? Hát, hogy így a hosszú hét végére érni, igazából odaadtuk most ezt a hetet. Direkt vettük? Mondjuk azt? Igen. Ne küldjük őket úgy el 4 napra, hogy most megint elkámpincsorodva kicsit. Nem rossz az a 2 hetes győzelem a héttel szembe. Mennyi? 7-2? Aha. 7-2. Jó, hát azért az tisztálatás végét, azt tegyük hozzá. Hát csak, hogy így írjátok fel valahol. Ezt is mondogassátok majd hétvégén a családnak. Hogy mennyi az összesített eredmény. Nem csak az, hogy levertetek minket. Puhák. 6 perc pontosan 7 óra. Jönnek a legfrissebb hírek, aztán jövünk vissza mi is. A mikrofonnál Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. 7 óra után, pontosan 9 perccel itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Drága hallgatók, a 4 napos ünnep előtt, hát azért ezt így nagyon jó kimondani, ritkán kap ilyet a magyar nemzet, de most megkaptuk. A magyar nép, akit annyiszor elnyomtak és bántottak, most végre. Hát most a föllélegzés, a föllélegezhet egy kicsit. Kaptunk 4 nap szünetet. Mindenki, reméljük mindenki. 48-asoktól, tehát csak. Bizonyám. Nekik lehetünk érte hálásak. Tudták ők vajon akkor, hogy ők-e valamikor egy 4 napos ünnep lesznek? Nem tudták, mi? Ezért csináltak az egészet. Ja, ezért hasonlítak. Ezért durrantották be a Pilvaxba. Jól hangzik. 2016-ban a srácoknak. Hogy fognak ezek ott örülni? Majd végre egy jó kis ACDC írta valaki. Mi van az ACDC énekesővel? Tényleg megsüketült? De várjál, úgy hír van, hogy nem az zene miatt süketült meg a srác. Mert ugye mindenki azt gondolta eddig, hogy az elmúlt 30 év, ahogy ők ott nyomták, az süketítette meg az egyik. És kiderült, hogy nem, mert a Hapsi autóversenyző egyébként, és elfelejtett füldugót rakni 10 éven keresztül. Ó, hát szerette a hangos. Szerette a motorzaj. Mi vagyunk, mert ugye egy időben ők voltak a világ leghangosabb rockzenekara, aztán ezt azóta már jó pár zenekar úgy felülírta, de hát ő úgy látszik, azt gondolta, hogy hát bírom a terhelést, nekem meg se jár. Aztán nem annyira bírja, szegény, olvastam, hogy meg fog. Megsüketül, és hát végig amerikai turné kellős közepén vannak, és azt mondták az orvosok, hogy most vagy abba hagyja, vagy süket lesz 2 nap múlva. Azért az kemény. Igen, nem érteni, hogy miért szállingoznak el az emberek. Brian már 2 számmal ezelőtt már befejeztük a koncertet, még milyen teletoltad nekünk itt a izét, a Hellsbe, ezt meg a Highway-t, nagyon jó volt, nagyon tetszett nekik, de így zene nélkül nem azik. Igen, jó átnézés már sehol senkitől. Nem érti tényleg, hogy hova tűntek a Wembley-ből az emberek, igen. Na, azt mondja, hogy végre egy okis ACDC, igen, ezt olvastam, azt mondja, jó volt ez a Shakia szám. Shakia, mint a Norbi mondaná, Noibi. Shakia szám. Aztán ez az Zoltán Erika angolul is jó, Kukorelli írta nekünk valaki, Bangó Margitot szerettétek, vagy a Soho Partit, Kylie Minogue, V-vel nagyon jó. Ugye ma Schmidt-Palis napot tartunk, vagyis helyesírási hibákat lehet nekünk egészen nyugodtan küldeni. De az a baj, nagyon nehezen tudom beolvasni így az SMS-eket. Picit fura így látni. Ugye valaki nagyon komoly helyesírás hibával küldött nekünk reggel SMS-re, azt mondjuk, hogy oké, ma mindenkit föloldozunk akkor az alól, hogy helyesen írjon, de hát így azért most egy picit nehéz nekem ezeket az SMS-eket beolvasni. Azért mégsem annyira ügyesség ez a nyelvtanul az általános iskolában, nem? Lehet, hogy nem érség. M5-ös 79-es kilométerénél kamion nincs beborulva, szabályosan beparkolt az árokba, mestermunkás János küldte nekünk. Aztán Debrecen irányában az M35-ösön a Prodi, van ilyen? Prodi, nem tudom, pihenőben állítják az okosta rendőrök, úgyhogy ott is figyeljen. Figyeljen mindenki. Csólyom szemet kért valaki, hát gyerekek, a játékra nincs mire, nagyon csúnyán elkaptunk. Darnózsáni mérik a Győr felől érkezőket, ezt Csankesz küldte nekünk, köszönjük szépen. És azt nézem, hogy van-e még valami, ami friss esetleg, de nincs. Nincs nagyon más, úgyhogy egyelőre ennyi. Esztergomban már járnak a vonatok? Minden oké? Tudunk valamit? Ákos biztos tudja. Nem? Ez tegnap, ugye? Már tegnap gond volt az esztergomi vasút. Esztergomi vasút, az tegnap baj volt. Azért kérdezem, hogy megjavult el, vagy van-e már valami. Na, Budapest-Pozsony 10 perc alatt, hát néhány mondatot ejtsünk erről. Nekem ez nagyon tetszik. Az első leszek, aki ezt kipróbálja. Szuper vasút, tényleg költözik Közép-Európába, és tegnap aláírtak erről egy szándéknyilatkozatot. Állítólag Pozsony, Bécs, Budapest negyedórányi távolságra kerül egymástól. Hát ez zseniális. Ez zseniális. Ha lesz belőle valami. Így közben kezdtük okfejteni a hírek alatt, meg aztán a hírek után. Fogadjuk, megfejtettétek, hogy miért nem jó. Hát... Annyira tudtam, hogy ültetek itt két öreg mapet, és azt mondták, hogy mikor elmegyek kocsival. És a Zsül végig bologatott. De jó, hát hogy ittam a teámat kint. Ittam a teámat. Arra juttatatok, hogy ennek semmi értelme. Ne csináljátok már. Nagyon jól hangzik, meg nagyon-nagyon szép, meg minden. Igen? Hát, tervezőasztalon, meg laboratóriumi körülmények között, meg a prezentáción biztos marha jól mutat a dolog, de hogyha úgymond a nagy magyar valóságot vesszük figyelembe, akkor azért ott vannak hátulütője a dolognak. Tehát, hogy azért ez egy elég speciális kis történet. Tehát, hogy itt nem ugye... Na de ezt a magyarok építik, csak Magyarországon menne át, ez nyilván egy befektetés. Megépítik, te elmész, úgy, ahogy mit tudom én, a csomó repteret is működtet, nem az ország, hanem valaki kibérli, működteti, fizet az országnak, de ők keresik hülyére magukat a reptéri átmenő forgalmon. Ez valószínűleg egy valamilyen cég ezt megépíti, ugye ezt a szupervasutat, és aztán szépen mi beleülünk, és nem tudom hány 1000 km/h felgyorsulunk, és 15 perc van Bécsbe vagyunk. Nem járok sokat Bécsbe egyébként, nem mintha az életem része lenne, de jól hangzik, te majd most fogsz. Ja, 15 perc alatt azért nem. 15 perc alatt így alapesetben mondjuk a határútról eljutsz a Deák térre, tehát hogy pont ennyi. Ja, pont ennyi. Most akkor meg mindenki menni fog majd Bécsbe. 1220 km/h sebességre gyorsul föl. Zárt kapszulába beülök, alacsony nyomású levegőtlen csőrendszer. Beraknak engem egy csőbe, beülök, hívegyet, és ott vagyok Bécsben. Mert gyakorlatilag majdnem olyan átszívó szerkezet, mint valamelyik nap, amelyet taglaltunk a két tévétársaság között, csak ez kicsit nagyobb távolságra megy. Na most az, hogy a 1220 km/h fölgyorsuljál így gyakorlatilag pár másodperc alatt, ahhoz legalább olyan képességeidnek kell lenni, mint egy űrrepülőgép pilótának. Az átlag ember szerintem az első 5 másodpercben a maga alá teszi mindent. De ez nem így van. Ez nem erről szól, hogy te beülsz, és ezerrel mész, hát a repülőbe se így ülsz, Feri. Tehát a repülőbe is úgy ülsz, hogy fölgyorsulsz 300-ra a kifutásnál, azt érzed, és mire fölszállsz, addigra már 500-600-zal mész. Tehát nyilván nem arról szól, hogy beülsz Nagyika, megyünk Pécsbe megnézni az operát. Kapaszkodjon, mamám! Nagyikám, és már egy kicsit hirtelen lesz a gyorsulás, tessék kapaszkodni. Hát, hova megyünk, aranyom? A Bécsi operába. Inu! És Nagyinak a fogsora átmegy az agyán, tudod. 3-2, itt a pláte! Azt az apróságot megjegyezném, hogy 10 perc alatt fogja megtenni. Na de nyilván fokozatosan gyorsul, tehát azért ne legyél ennyire fizikai. Egy percig gyorsul, és akkor utána 9-8 percet megy, és egy percig lassú. Konkrétan úgy fog ez kinézni, Feri, hogy gyorsan fölgyorsulsz, mire leszállsz a fele tömeg megvakul, valakinek beáll a nyaka, tehát valaki leesik a parókája, van, akinek kiesik a foga, és valakinek kisül a szeme, Feri. No. Tehát ezt hát így tudom nagyjából elképzelni. És az a hír, hogy 10 minden 10. másodpercben indítanak egy járatot. Hát ha nyomsz egy vészcsengőt, akkor mögötted kis van egy kis tornórágy. Rohadjál meg, állunk az alagútba, pálya! Lemaradsz egy pisi miatt, vagy valamiért, a forratok kezdve. És a hír legszebb része az, hogy most egy 3 kilométeres pályán tesztelik. Hogy ott hogy tetszik fölgyorsulni 1220-ra? Én tényleg, én gyerekek, én ezt nem bírom. Hogy körbe megy ilyen, ahelyett, hogy örülnétek, hogy végre valami lesz ebben az országban, Pozsony, Bécs, Budapest, 15 perc, hogy fogok oda menni, hogy ne álljon be a nyakam, vigyek magnéziumot, meg gyorsulás, meg 3G, meg ilyenek, engem ezek nem érdekelnek, engem a valóság érdekel. Például hogy mit csinálnál te Bécsbe? Ez már egy irreális jelenet, ugye? Nem, egészen konkrétan a falevelek. Milyen falevelek? Ez egy zárt rendszer, ez egy csőrendszer. Igen, azt a rendszert valahol meg kell nyitni, és ha megnyitják, akkor érted, ha a vasút, akkor falevél. És ha rámennek a falevelek, onnantól kezdve lesz a csúszás, érted? Igen, hát ha a MÁV üzemelteti majd, akkor azért lesz baj. Tehát, hogy megvan, ahogy megjön az ember, és kopogtatja a kis kapszulát, érted? Igen, oldalról. És a 15 perc alatt, hogy fognak jegyeket ellenőrizni? Jegyeket ellenőrzés, szertesség, felmutatni. és a magyar kanál. Jó napot kell, gyereket! Sajnos leszálltunk, itt vagyunk Bécsben, már nem kell megmutatnom. Tehát ez egy modern dolog, ez egy jó dolog, ha ez elkészül. Nyilván abszolút utopisztikus az egész, de hát örüljünk már ennek egy kicsit. Jó, de hogy tudtátok ebbe is megtalálni, mi lesz velünk? Az a baj, nem lesz esélye például, hogy ha előfordulnak balesetek azért az emberrel utazás közben, hogy a MÁV-nál is. A MÁV-nál igen, hogy nem érsz oda. Hogyha rossz vonatra száz le. Ha itt egyszer érted, rosszul száz föl mondjuk egy ilyen vonatra, akkor azt mondod, hogy nincs olyan, hogy leugrok Kelenföldnél. Hát ez nem legyen már az üzemeltető hibája, hogy te nem tudod elolvasni. Ilyen, érted? Ez nem a győri gyors. Ez nem a Mosonmagyaróvári sebes, nem? És már ott vagy Bécsben. De most ilyen sehol a világon nincs, még nálunk lesz az első, ezt komolyan elhiszed. Tehát komolyan felülsz ennek a hírnek, hogy van egy ilyen cég. Én nem gondoltam ebben nagyon bele, csak kicsit elkezdtem örülni, hogy nem ez lenne az első olyan eset, hogy nálunk van először is utoljára valami. Rajtunk kísérletezgetni. Én elkezdtem csak egy picit örülni, hogy ez jól hangzik. Hát ez tök jó, hát ennek örüljünk. Erre mire jövök be? Hát nem lesz. Azért, mert mi előrelátóak vagyunk, mert nem akarjuk belehajszolni az országot egy hülyeségbe, érted? Mert mi vagyunk ketten, meg az Ákos, akkor hárman, érted? A lelkiismerete, a szeme ennek a projektnek, mert ti csak... Mi csak reménykedünk. Na, persze. Mi csak reménykedünk. A Shinkansen az mennyivel megy, gyerekek? Mennyivel megy? 400-500-al? De az nem csöves. Az nem csöves. Nem. És az igen. És az, nem. Igen. Tehát, hogy ezt érted egyébként, hogy miért nem egy működő rendszert veszünk át, mert ami már egyszer így a világban így bevált, meg hogy 10-15 éve megy. Hagyjátok már ezt a rajtunk kísérletezni. Nem egy működő rendszert veszünk át. Miért nem a kombinó villamos nyáron egyet? Úristen, ne legyetek már ennyire trottgyerek, de tényleg komolyan vannak. Ez nem egy működő dolog, érted? Végre valami innovatív, végre valami új. Hát ennek örüljünk egy kicsit. Hát elmegyek, azt elmondom, milyen volt, amíg ti itt kombinóztok, én majd elmegyek. Járok egy Bécs, Budapest, Pozsony. Ez jó egyébként. Csinálok 3 szelfit, és elmondod, hogy te leszel az első. Tehát, hogy... Csak kiszállni szem nélkül, fog nélkül. Jani, ezt ne próbáljátok, jó volt az 1002. Egyet tudok mondani, ez már nem vicces. Én is csak ilyen csúk mellett kiszállok. Egy hatalmas pupa lát. Elnézést, Balázs, még nem teljesen üzemszerűen tudtuk ezt kipróbálni. Történt egy kis, 4 centivel alacsonyabb leszek, és a bal lábam rövidebb lesz 3 centivel. Picit eldeformálodok az a 15 perc alatt, amíg 4000-rel kiérek Bécsbe. Tehát komolyan tényleg, innen 15 perc, mire elvergődök a Deák térig. Hát most gondold el, hogy beszállsz, és ott milyen jó lenne, ha a világ már így közlekedne, nem? Hogy egy óra alatt ott tudnál lenni valahol, amire szükséged van. Csak a határnál, vagy csak Miskolcon. Beülnél, és 3 perc alatt Miskolcon. Mennyi értelmetlen idő megy el az utazással. Hát ülsz, zögykölődsz vonaton, vagy olvasol, zenét hallgatsz, gyűlölöd az egészet, tele van emberekkel, büdös, amit tudom. Micsoda lehetőség lesz majd ez az unokáink. Erről beszélnek, akik bejárnak a fővárosba. Most képzeld el. Milyen távolságról, másfél óra alatt. Igen. Azt mondja, hogy mi fog majd ezen elhangozni, hogy ott egy őz. Igen. Írja valaki. Hát, igen. Hát ez lesz. 15 perc alatt ez átmenszerűen. Semmi. Az érdekes, majd visszafog. Nem, itt a Kaller kiképzésre leszek azért kíváncsi. Tehát a magyar Kallert hogy képzik át, nem? Hogy gyors legyen. Ketten ültök majd a kapszulában, vagy egyedül ültök a kapszulában? Nem, többes. Többen ültök a kapszulában? Tehát ezt úgy képzeljük el, hogy majd itt is végigmegy a kalauz a vonatra, és akkor kéri a jegyeket. Lesz itt is ilyen büfékocsi? Aha, igen. Fanta, narancs, sportszelet, téli fagy. Bécsi szeletes, zsömle, esetleg valakinek kókuszróló. Kimeltek majd az étkező kocsiba, és akkor ott el tudok fogyasztani gyorsan. Már meg is érkeztél. Valamit. Én ezt nagyon szeretem. Azt jelenti, aki a csövet a magyar szakaszon úgyis ellopják. Hát. Mondjuk akkor nagyot fog ütközni. Valahol. Tehát így jössz Bécsből, tudod, és így a határon egyszer csak satúféket nyom ez a kis kapszula, mert ellopták a csövet. Értelen. Leszerelték. Föld alatt menne ez a dolog? Vagy föld fölött egy átrendszer. Igen. Tehát, hogy ez nem egy alagútrendszer, de nem úgy képzeljük el. Nem, ez a föld fölött azt fog. Akkor valamelyik győri kisgazda, akinek a földje mellett elmegy a cső. Nézd már, Sanyi, ezt már rohadt életbe. Az oké. Nézd már, ránőtt a körtefa. Igen, igen. Befutott a repkény. Valaki azt írja, hogy a célpont Bécs-Pozsony, Felcsút lesz. Hát, így lehet. Ha kell, elmegyünk Felcsútra, hogy onnan eljussunk Pozsonyba. Nincs ezzel baj. De éjjelbe akarok ülni így van. És ott fogják ülni egy Jászmin Express. Gyerekek, nekünk már ugye hát a millenáris ott a komoly hagyománya van a metrózásnak, a föld alattinak. Hát először a kontinensen ugye nálunk volt ez a kicsi sárga kis föld alatti dolog. Hát ki, hol építenék meg ezt máshol, ha nem Magyarországon? Nem? Persze. Egyedül Balogh Györgyön nem látszana, hogy szupervonattal utazott. Igen. Mi az a mondat, amit nem fog ezen a szupervason elhangozni? Ott egy őz, írja valaki egyébként. Igen, ez valóban így van. Küld át a nyuggereket a Music FM-et. Nem akarok velük kiszínni, ott már van egy. Gyerekek, ne emeljük az átlag életkort bizonyos műsorokba. Itt még jobban elfér, oda átmegy egy, ott már akkor nagyon magas lesz. Úgyhogy inkább tartsuk itt a nyuggereket. Remélem Tétényi ligetig is jó lesz azért a BKV bérlet erre a szupervasos ötlet. Tehát, hogy valahol megálljunk közben. Tehát, ha te akarsz, kiszállsz Győrbe, Mosó-Magyaróváron, milyen jó lennének ilyen megállók, nem? Hát a 10 percben még azt is beiktatni, hogy... Hát ha meg lenne egyébként. Mit csinál a... Igen, bocsánat, mit csinál a magyar blitzel? Hogy szállítod le a blitzelőket? Hát a blitzelőket? Előbb-utóbb nyilván kiderül, hogy a magyar Bécsben nagyon sok a blitzelő. Mit csinálsz? Mire felérte az adatait, már oda-vissza megvolt. Mutasson nekem egy személyigazolvány. Hogy szállítod le a blitzelőt? Tényleg jó kérdés, nem? Ott sehogy. Nagyon gyors, csukd az ajtót, oda a vákum. Aj, de szeretem én ezt. Na mindegy, nyuggerkém, ha meg lesz, akkor majd én megyek. Jaj, jó van. Csak mondom, hogy utána néztem, tehát most az a terv, hogy 2017-re lesz kész ez a bizonyos 3 kilométeres tesztpálya. Igen. Tehát, hogy még ez sincs meg. Picit Bali hamar örült, úgy érzed? Picit Bali ebben jobban belejött. Kézi játékot korán indítottad. Azt gondolom, hogy picit hamar robbantottuk a rakétákat. Nem, én már éreztem a bécsi opera szagát, hogy 15 perc alatt a smokingomba megérkezek majd. Lehet, hogy korán indítottuk. Jó ez. Nekem nagyon tetszik egyébként, hogy ilyen szimpatikus idealista vagy egyébként néhány 100 hallgatóval együtt, akik azt mondják, hogy persze a nagy álmokból lesznek majd a nagy dolgok. Egy olyan országban, ahol például a Vármazár előtti kerékpárutat nem tudják megcsinálni, úgyhogy kerékpár álló legyen a burkolat, mert beszakad a kerékpárok alatt. Hát nem arra betörik. Van. Tehát, hogy ja, nem arra találták ki. Hát igen, mert az eredetileg falburkolat. Nem van, csak leesett oldalra. De ha külföldi beruházó lesz, akkor még akár össze is jöhet. Igen. Egy cserebogár mit roncsol 1200 km/h sebesség mellett, kérdezi valaki. Jó, fontos kérdés. De hát azért ezt a repülőn se nagyon érezzük, valahogy megoldották. Igen, ránk lőttek. Nem, az csak a pajorbogár. Na, ha már egyébként ugye itt beszélgetünk különböző városnevekről, találtunk egy nagyon helyes e-mailt, és mindenki szabadjára engedheti nagyon beteg fantáziáját, és kezdhet egy kicsit gondolkodni azon, hogy az ő helység nevét hogy lehet angolul elmondani. ugyanis terjed egy e-mail, amit mi, hát azt gondolom, hogy az imádat nem eléggé kifejező, hogy mennyire szeretünk, ugyanis valamilyen elmeháborodott, valamilyen puhagyú, nem tudom, aki közben egyébként zseniális, megfejtette, hogy tulajdonképpen mindegyik magyar városnak megvan az angol neve. És ha te kimondod angolul, akkor visszafordítható az magyarra, vagy ha kimondod magyarul, akkor angolra fordítható ez a városnév. Ha már itt ugye erről a vasútról beszélgetünk, és különböző városokról, menjünk át egy-kettőn, illetve aztán arra kérünk majd benneteket, hogy próbáljátok ti elmondani, hogy ott, ahol laktok, az valójában hogyan fordítható angolra. Mert hogy, hát ezen kis e-mail, vagy nem is tudom, cikk szerzője megfejtette, hogy nincs nagyjából tényleg egyetlen olyan magyar városnév, falunév, amit nem lehetne fordítani. Magyarul mondjam, és próbáltok angolul, vagy angol mondjam, és megpróbáltok magyarra fordítani. Angolul és megpróbáljuk kitalálni, hogy mi lehet az. Jó, az első az egy könnyebb, elindítunk. Pacific Csaba. Békés Csaba. Jó. Az egész nagyon beteg. Nagyon elmebeteg. Ez hazai pálya volt Ferinek, tehát hogy ezt értem. Így van. Na, azt mondja, hogy nézzük a következőt. Azt mondja, hogy Saturday Place, ez mi lehet? Ez még a könnyebb. Na jó, ez szombathely. Nagyon jó. Saturday Place. Jó, nézzünk egy kicsit nehezebbet. Hörlip. Itt már van egy birtokos szerkezet. Hörlip. Ugye? A lip az ugye tudni kell, hogy mit jelent, és akkor a hörlip az ugye az valakinek a valamije. Mi lehet ez ugye magyarul? Hörlip, tehát az övé, kié. Neki a valamije. Aha. Segítek, a hörlip az az ajka. Ja, igen. Hörlip az az ajka, így van. Mi lehet a leglesz? Fosztóképző van a végén. Leglesz. Lábatlan. Ez nagyon jó. Ez lábatlan. Így van. Így van. Turkish Valentine. Ki lehet a Turkish Valentine? Valentine. Turkish Valentine. Török? Valentine? Valentin? Mi a Valentin? Magyarul Valentin, mit milyen névnapot ünneplünk Valentinkor? Várjál. Valentin. Török Valentine. Török Bálint. Hol laksz? Turkish Valentine. Turkish Valentine. Ez a Török Bálint. Jó, jöjjön egy könnyebb. Girl Village, ez mi lehet? Lányfalu. Lányfalu. Girl Village. Így van. Igen. Oké, jöjjön egy picit nehezebb. Figyeljenek azok, akik esetleg ott laknak. Froggy goes R. Ugye az R az R, tehát Froggy goes R. Ez mi lehet? Froggy az mi? Vagy frog? Frog az béka. Így van. Goes R. Goes R. Ez már egy kicsit nehezebb. Békás megy R. Így van. Békás megy R. Béka megy R. Froggy goes R. Froggy goes R. Oké. Tessék. He would steal. Ez egy, hát, ha lenne valami, hogy ez egy feltételes mód. Would? Igen. Steal. Steal. Fa, erdő? Erdő? Mi ez? Nem. Ő csinálna valamit. Csorna, lopna, he would steal. Na jó. Oké, jöjjön egy könnyebb. Reach it, az mi lehet? Reach it. Reach it. Reach it. Reach it. Reach it. A reach. Ugye, gazdag reach? Nem, a reach az ugye az fogni, elérni valamit. Reach it, az érd. Na jó, van, tehát nem ér. Persze. Nem már. Honnan jön, de reach it. Nem, mert from reach it. Reach Finland. Ja. Jó, várjál, akkor mondok én is egyet. Azt mondja, hogy mi. Igen. Akkor én is megér összekorva egy kicsit. Na, mondjál mi. Azt mondja, Littlefinger Hotel. Littlefinger micsoda? Hotel. Hotel? Igen. Kisújszállás. Littlefinger Hotel. Littlefinger Motel. Kisújszállás. És akkor a New Snakes az is jó? Új kígyó. Az is jó. Az összes össze van szedve egyébként, nagyon jó. Igen. A Little Hold It, ugye a hold, tudni kell, hogy a hold az mit jelent. Igen. A Little Hold It, ez nehezebb egyébként, ez a kis tartsa, a Hold It az a tartsa. Igen. Kérem Hold It, tartsa, kérem tartsa. Little Hold It, kis tartsa, kicsi. Teljesen beteg. Nagyon jó. Teljesen elbeháborodott, igen. Vannak még egyébként jók, úgyhogy van az Eugén Nutti. Nutti. Kicsi fontikus az Eugén az ilyen. Így van. Nutti, az ugye a dió. És diós ilyen, Eugén. Na jó, oké. Eugén Nutti. Na, drága hallgatók, írjátok meg, ti honnan jöttetek, jó? Tételezzük fel, hogy angolul kell bemutatkozni, és el kell mondani, megpróbál angolra fordítani azt a helységet. Megpróbálj kitalálni. Ne feltétlenül, nem mindig írjátok oda a megfejtést, megpróbáljuk oda, én aztán nagyon szenvedünk vele, akkor majd elmondjátok, igen, hogy honnan jöhetünk. Castle, mi lehet? Kastély, vagy mi? Vagy az egyik egy szinonimával. Mint vár, vagy kastély, és akkor a másik, mint vár, palota. Castle, vár, palota. Na jó, vár, palota. Köszönjük. Az igen. Your peanut, az mi lehet? Peanut az ugye micsoda? Magyaró. Így van, your peanut, az a magyaród. Te magyaród. I'm from your peanut. Magyaród. Mondtam, hogy ez egész rettenetesen beteg. Rettenetesen beteg. Pumpkin kill, az mi tököl? Igen, tökéletes. Az a tököl, igen. Tökéletes. Igen, teljesen. Mindent le lehet fordítani egyébként tulajdonképpen. Nyilván nem teljesen helyesen, igen. Na, drága hallgatók, írjátok meg nekünk, jó? Honnan jöttetek? Vagy mi az, amit szerintetek angolul el lehet mondani, mi pedig megpróbáljuk megfejteni, mi lehet magyarul. Írjátok meg nekünk. Ákos elmondja a legfrissebb híreket, ha játszanátok, jelentkezzetek játékra, és mi pedig jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. Pontosan 3:48 van. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Arról beszélgettünk, hogy terjed a Facebookon egy e-mail, és valami pihent agyú, aki egyébként rettenetesen szórakoztató, megpróbálta megfejteni az összes magyar városnév, helyiségnév, falunév nevét angolul, és hát ezekből szemezgetünk. Illetve kértük hallgatóinkat, hogy írjátok meg nekünk, hogy ti hol laktok, és megpróbáljuk kis illobaizálni, hogy mire gondolhattatok. Hát egészen agyamentes SMS-ek jönnek, de tulajdonképpen ott tartunk, hogy szinte bármit le lehet. Bármit le lehet fordítani. Angolról magyarra, vagy éppen magyarról angolra. A Russian girl az nagyon szeretem. Tehát az, hogy orosz lány. Nagyon jó. Nagyon jó. Az egész egyszerűen szenzációs. Azt kell mondjam, hogy betegebbek vagytok, mint az e-mail írói, a hallgatók. Tehát zsenik vagytok. Olyanok jöttek, hogy nagyon-nagyon jó. Igen, aztán ugye jött egy következő, hogy találtuk én hol lakom, Small New Accommodation, ugye ezt írja, most ezt egyenként lefordítjuk, akkor az kis új szállás hely, tehát az kis új szállás. Le lehet ezt is fordítani. Így van. Aztán azt mondja, hogy Desert New House írja valaki, ugye a desertet féleképpen lehet fordítani, az új house, új lak, ugye ez a Desert New House, ez a puszta új lak. Puszta új lak. Igen. Aztán a House of Birch-et írtátok többen, hogy az mi lehet. Hát ugye az a Nyíregyháza, bár azt többen úgy fordították, hogy Katvan House. Abszolút szavanként átfordították. New White Lake City. Ez vajon mit lehet? Csak én annyit fordítottam, mert kezdek elfáradni. Ez a New White Lake City. Új fehér tó. Így van. Új fehér tó. My big problem. Nagy bajom. Bajom? Kornél nagy bajom. Nagy bajom, én lakos értelem. Köszönjük szépen. Nagyon-nagyon jók vannak. A Ricsit érd, azt én külön nagyon szeretem, tehát az elképesztő. Your Corner, írja valaki. Sarkad. Nagyon nagy. Very old man, mi lehet az? Very old man. Very old man. Nagyon öreg ember. Igen, very old. Tata. Igen. Jó. Igen, itt azért ez már dupla csavar. Ez dupla fenekű, akkor erre mondhatnám én is például tatás verzióra. No sharp. Az nincs cápa, vagy nem? Nem sárp. Éles. Ez tompa. Ja, tompa. Nem, ja, jó, de ez éles, ugye? Hát jó. No sárp, ez tompa. Nem lehet más, csak tompa. Ha no sárp, akkor az csak tompa lehet. Teljesen egyértelmű egyébként, igen. Aztán nézzük még, hogy mik vannak. Azt mondja, hogy Johnny Fish Today. Johnny halász. Nem. Johnny Fish azt mondja, hogy János Halma. János Halma, Johnny Fish Today. Johnny Fish Today. I am from Johnny Fish Today. János Halma. Atya úristen. Okay. Danube News-it írja valaki, igen, az nagyon könnyű, kitaláltuk, igen, ez a Dunaújváros, köszönjük szépen. Azt mondja, hogy Onvas, Hungarian Old Castle. Ez a Moson magyar óvár. Iron Happy Woman, az mi lehet? Vas boldog asszony, te király. Nagyon jó. Alexander Village, Sándorfalva. Jó, aki még egy csavar, His Dick Mine. Micsoda? His Dick Mine. Nem akarok rondát mondani. Ruda bánya. Igen, Little Kun Half One House. Kis Kun fél egy háza. Nagyon jó. Tulajdonképpen minden megvan. Nagyon jók vannak, igen. Valaki a Győr New Friendet küldte nekünk, valószínűleg Győr új barát, köszönjük szépen. Ezt mondja, hogy New Please, nagyon jó, New Please, új kér. A Haywater, azt imádjuk, mint Hayvíz. Igen, Haywater. Honnan jöttetek? Haywater? Hayvíz. Nem életszerű, de egyébként. Katvan House Nyíregyháza szintén nagyon-nagyon szeretjük, én ezt elmondtam, az is nagyon jó. A His Problem, hát az egyszerűen óriási baja. Baja. Igen, My Big Trouble, hogyha írja valaki, ez a nagy bajom. Nagyon jó, köszönjük szépen. Szóval, hogy ezek jöttek, hát nagyon jók vannak, köszönjük szépen. Sheet Iron. Valaki még elküldte Wish of Balaton. A Shit Iron én a Very Bad Ironnak kaptam meg. Igen, tehát hogy szarvas, Very Bad Iron. Igen, a Wish of Balaton. Wish of Balaton, ugye ez a kívánság, hogy akarni valamit. Balaton akaratja. Wish of Balaton. Balaton akaratja. Jó. Jó, picit bele van. Igen, most már magyarázva. Most már bele van. Igen, egy picit a mondani való. Azt mondja, a Raven Home az is nagyon jó, mint hollóháza. Úgyhogy szeretjük, köszönjük szépen. Igen, na hát ezek jöttek nagyjából. Többen kértétek, hogy tegyük majd fel a városneveket angolul a Facebookra, fölrakjuk. Jó, és akkor ott lesz nagyon sok. Na. Azt mondja, hogy játszunk gyorsan egyet, jó? Köszönjük az SMS-eket, játszunk. Mit találtam? Beaverfield Marketplace. Azt mondja, hogy már elfáradtam. Holmező vásárhely. Marketplace. Beaverfield Marketplace. És a Mizsoflajos. Mizsoflajos. Jó, most átmentünk nagyon primitívbe. Jó, de már csak egy angol kifejezés. Nagyon jó, persze. Hát az olyan, mint a Ricsit az érd, ugye? Tehát egy nagyon jó. Na nézzük, kivel játszunk ma reggel. Visszafelé beszélünk. Művészebb élet a szív. Hozzájállat, élet a szívben, nem? Aki kérdez. Sziasztok, Dóra vagyok, találjátok ki, mint mondok visszafelé. Aki válaszol. Halló, jó reggel. Ja, Dani vagyok, sziasztok. Hello, Dani. Honnan hívtál minket, Dani? Én Budapestre hívtam titeket. Budapestre hívtál minket. Jól van, Dani, hát egyetlen egy dolog maradt neked, egy szólásmondás. Ugye hát pénteken mindig ez van, viszont háromszor mutatjuk, ha akarod, és akkor nem veszünk ki semmit a második után, jó? Akkor nézzük. Szokott menni? Szokott menni egyébként, amikor hallgatsz bennünket? Nem egy könnyű játék. Hát van, amikor igen, van, amikor nem. Na figyelj, indítjuk az órát, jó? Elindult, figyelj. Bekisám, atyuk, kigye. Bekisám, atyuk, kigye. Atyuk is talán tege? Nem, figyelj. Bekisám, atyuk, kigye. Atyuk, kigye. Ez a vége. Kigye. Atyuk, kigye. Bekisám, atyuk, kigye. Atyuk, kigye. Ez a vége. Na. Nem nehéz. Nem volt nehéz. Bekisám, atyuk, kigye. Kigye. Ugye ezt mondta. Nem ment? Nem. Ez az egyik kutya, másik ebb. Jó, basszus, sajnos hát nem jöttek. Atyuk, és a kigyét visszafordítod, akkor megvan, ez az egyik kutya, igen, másik ebb. Igen, meg lett volna, nem volt nehéz végül is. Leblokkoltam, ez van. Igen. Pedig ez most tényleg könnyű volt, ennél szinte csak nehezebbek vannak. Vagy érthetetlenebbek. Nem, vagy azért köszönöm szépen a lehetőséget. Danikám, hát mi köszönjük, rövid játék volt, köszi. Ciao, hello. Na, ez most egyébként egész jó volt. Ez nem volt nehéz, egyáltalán nem. Ez most nem volt nehéz, igen. Na jó van, 7 perc van pontosan 8 óra. Ha van friss közlekedési híretek, akkor küldjetek el nekünk, mi pedig jövünk Ákos híre után. És most folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a Morning Show. Jó reggelt mindenkinek, 8 óra után vagyunk, pontosan 9 perccel. Drága hallgatók, a 4 napos ünnep előtt itt vagyunk. Reméljük, hogy nem veszi senki magára, aki esetleg dolgozik ezen a 4 napos ünnep alatt, de azért a nagy többség szerintem pihen, ezért mondogatjuk mi ezt ennyiszer, mert ez nem csak nekünk örömhír, nyilván mi szívesen dolgozunk, de hát ezért egy ilyen 4 napos ünnepet az ember megemlít, hanem az ország nagy része remélhetőleg azért ilyenkor pihen. Néhányan írták, hogy hát nem mondogassátok, mert van, aki dolgozik. Persze, de nem tudjuk úgy elmondani minden mondatunkat, hogy sok nagy pihenést azoknak, akik igen, de nem akiknek nem, és stb. Tehát most mi most azért a nagy átlagot nézzük, és ők azért pihennek. 4 nap, az idő nem lesz túlságosan jó, nem akarom senkinek a kedvét elvenni, felhőseget mondanak, esőt is mondanak, hegyekben havazást is mondanak, de a lényeg, hogy azért szépen lassan közeledik a tavasz, tegnap vagy tegnap előtt átdumáltam a kertésszel, hogy milyen nyarat várunk, mennyi eső lesz, jaj, milyen rózsát ültetünk, kérlek szépen, hova tesszük majd a marokkói mentát, a bazsalikomot, úgyhogy a marokkói mentát. A kertészed annyira lyukra futott tavaly is ezzel a nyári jóslással. Kérem magamnak, nagyon jól mondta meg, hogy minden idők legmelegebb nyara lesz. Nem ott egy olyan mikroklíma van, mert ezt nem, tehát, hogy nem azt mondja el a kertésznek Balázs, hogy mi lenne, ha jó lenne, hanem ez legyen! Megcsibogatta a tuját, megnézte a füvet, felnézett az égre, elmorzsolt egy kis nyúlkakit, és azt mondta, hogy ukmak! A nyúlkaki az nála van, vagy az nála van? Megkóstolgatta, megnézte a füvet, megnézte a rozsdapenészt, megnyalta a mutatóját, megnézte, honnan fúj a szél, és azt mondta, hogy nagyon meleg nyár lesz. Hosszú, tikkat meleg nyár lesz. És ezt úgy mondta, ukmak, és aztán elmondta gólya nyelven is. És utána pedig még feltört egy puszpánmoly gubót. Egy puszpánmoly gubót, és azt mondta, hogy a molygubók elhalni látszanak, tehát hosszú, kemény, soha el nem múló, nagyon meleg nyár lesz. Nem mutatnak aktivitást a puszpánmoly bábok. Igen, igen. Úgyhogy ha valaki esetleg nyáron arra gondolna, hogy menne a levte tyúnára, vagyis ugye bal a ton, akkor levde tyúna, ugye bal a ton, akkor tessék nyugodtan betervezni, mert ő mindig tudja, hogy milyen idő lesz. Hosszú, meleg, soha el nem múló, nagyon-nagyon száraz, nagyon meleg nyarat mondod. Úgyhogy erre kell gondolni. Négyben menjünk vízpart mellé, van egy nagyon jó víztározó, például Little Hizring Kiskörem mellett. Kisköre, Little Hizring. Little Hizring. Kisköre. Atya úristen. Hallgatói nem tudnak leállni. Nem tudnak leállni, igen. Tehát egy folyamatosan írják nekünk, hogy még mik vannak. Ugye hát angolul próbáltuk megfejteni az összes magyar városnevet, falunevet, és hát nagyon a small payments-et nagyon szeretem, mert az a kisbér. Ugye, mint payments, mint fizetésbér, small payments, kisbér. Kifejezetten szerettük. Érdekességet, hogy felmentem az ACDC-nek a honlapjára, megnéztem, hogy már úgy hír lett, hogy lemondják a jelenleg is zajló világkörű turnéjuknak a következő állomásait, azért, mert ugye Brian Johnsonnak szegénynek így picit megromlott a hallás az utóbbi időben. De egyébként még lehet jegyet rendelni, viszonylag kevés zenekari tag lesz ott, de oké, még akár. Megy a turné. Igen. Igen, csak nem ő lesz az énekes. Na, de ki lesz az énekes? Beugró. Nem tudom. Vagy csak Charlie. De nem állították le? Nem állították le az énekes, és még nem nagyon van hír arról, hogy ki fogja őt pótolni. Ugye az előbb hallottunk egy örökbecsüt, akkor ott még volt egy kis hallása. Hát ez jó kis ACDC dal volt. Akkor még volt hallása. Milyen szerencsések lehetnek azok, akik még hallották? Lehet, hogy ők voltak az utolsók, akik hallották az ACDC-t ebben a felállásban, és Brian Johnson-t énekelni. Én sose voltam nagy ACDC rajongó. Hát azért, ha itt lenne, csak elugranál egyre. Ha kapnék rá két jegyet, akkor igen most. Nem azért mondom, hát most egy Guns-ra megveszem, vagy valamint a Brian May-re, vagy nem tudom, egy Queen-re, de például... Én lebeszélném róla, én nem akarnék a következő napon belül műsort vezetni, amikor reggel bejön és elmondja, hogy na hát ez már gyerekek, mindenek az alja volt. Rockénekes hallókészülék. Nem akarok egy olyan világban élni. Hát tényleg szerintem jó, ez is egy jó ACDC dal volt, de nem kedvelem őket, mert van valahol, és ott van egy ACDC koncert, és van olyan szerencsés, hogy eljuthat, az tök jó, de sugárzó tekintete nem rohannék egy pénztárokba, hogy versek ACDC egyet. De miért nem mentek ti el ACDC-re? Hát elmegyünk. Pont most, mikor megsüketült? Hát tegnap beszélgetünk, a hír kapcsán beszélgetünk tegnap, hogy ugye van egy szenzációs zenekar, ez az Airborne nevű csapat, akik egy az egyben az ACDC-nek a stílusában alkotnak nem ACDC számokat, és ott gyakorlatilag mindenki hozza azt a fazont, azt a hangot, azt a zenei tudást, amivel egyébként az ACDC tagok is rendelkeznek, vagy rendelkeztek valamikor is. Ugye mondjuk az Airborne-nak az énekes hányszor csöröghettek rá tegnap, hogy hello, my name is Angus Young. A jó édes anyáddal szórakozzál. Igen, mert hogy keresi az utódját. És felhívták őket, hogy gyertek énekel. Igen. Megint zaklat valakit. Angus Youngnak álcázza magát. Na jó, és letesz, és tényleg ő volt. Igen. Jó, ne küldjetek most már SMS-eket, jó? Tehát a nagymama, mint Big Today, nagymama. Nem, leálltunk, jó? Köszönjük tényleg, én ránézek néha a monitoromra. Most már átmentünk ilyen szavak megfejtésre, és Big Today. Nagy mama. Big Today. Megyek a Big Today-hoz hétvégén. Ma. Big Today. Torlódás az M0-ás Megyeri híd részénél, és ráadásul óriási a torlódás. Szélvédős Feri küldte nekünk. Aztán az M1-es első 3 kilométer kövénél akkora kátyuk vannak, hogy egy utánfutó kereke elemelkedett a földtől, valamit csináljanak már az illetékesek. 7-es úton Balaton-Szentgyörgyi körforgalomnál Skoda Fábia az árokparton landolt, ezt Niki küldte nekünk. Valamint az M5-ös 79-es kilométerénél kamion nincs beborulva, szabályosan beparkolt az árokba Mestermunka, úgyhogy ott is van egy kis dugó. Andrássy út Deák tér felé kamerázik a lelkes rendőr, óvatosan cirkáljátok. Gangsta Panda küldte nekünk, köszönjük. Valamint M5-ös autópálya 79-es körnél, amin az árokban így van. Az Andrássin most minden nap mérnek. Ott mennyivel lehet menni az András? 50-nel mész, nem? 50-nel. És ott van, aki száguldozik. Hát és ráadásul, ahol mérni szoktak, a Deák tér felé, ott nem tudsz menni, mert ugye ott lehetne balra kanyarodni a Kiskörút felé, de alig lehet kimenni. Tehát, hogy nem tudsz menni. Ott az mindig autó mérnek. A bringásokat? Hát, csak ők mehetnek. 50-nel mehetek a városban, nem? Elviekben igen. Hát azt azért, ha tudod tartani hosszú távon, akkor nagyon jó menő. Akkor nagyon jó vagy, igen. Hallottátok a Patakinak az újabb interjúját? Hogyne hallottuk volna. Hát én azok között vagyok egyébként, akik előre rettegnek, amikor majd egy 8-korú átölöl őket. A 8-korú? Pataki, én egyébként most már azt gondolom, hogy én nagyon kedvelem őt, és egyre jobban tisztelem, hogy ezt ilyen bátran és ennyire kendőzetlenül országvilág előtt különböző sajtóorganumoknak, csatornáknak ezt ő így vállalja, mert nagyjából hasonló dolgokban hiszek, amiben ő, abban, hogy valószínűleg nem vagyunk egyedül, hogy az univerzum végtelen, még abban is talán, hogy látogatnak bennünket, hogy talán vannak erők, akik ezt titokban tartják, vagy többet tudnak legalábbis, mint amit mi. De erről az ember keveset beszél, mert ugye hát megbélyegzik, hogy ugye hát, hogy a hülye, pedig nem feltétlen ördögtől való azt gondolni, hogy egy végtelennek tűnő univerzumban mondjuk egyedül, vagy nem vagyunk egyedül, és vannak intelligensebb lények, akik gyorsabban közlekednek bizonyos eszközökön, és ne adj Isten, mondjuk bennünket is meglátogatnak. De még nem beszél erről az ember azért annyira sűrű. Meg nem így. De Attila megint adott egy interjút, és hát szenzációs dolgok vannak benne, és komolyan le a kalappal előtte. De tényleg le a kalappal előtte, ilyen bátran így kiállni, hát az számodra valami... ő egy hős, akkor ezek szerint, tehát hogy azt érzem kicsit, hogy egy követendő példa maga. Nem, én szeretem, hogy valaki ennyire bátor. Meg egy picit vágysz is arra, nem, hogy átéld ugyanezeket a dolgokat, vagy legalább egy részüket, amiket Attila átél, például Pécs környékén, ahol van egy nagyon komoly anomália. Hallgassunk bele ebbe az interjúba. Csak figyelj, egészen elképesztő. Közben egyébként nagyon kedveljük az Attilát. Sokszor beszéltünk vele, csináltunk vele interjút. Zseniális zenész, zseniális énekes, fantasztikus számokat írt, adott elő az Eddával együtt. Megkerülhetetlen. Abszolút egy legenda, hogyha úgy tetszik. De hogy miket mond, ez egy friss interjú, a Velvet találta, vagy fedezte föl, és hát mi is belenéztünk, szóval hát ilyen őszintén ezt vállalni le a kalappal. Következő dolgokat mondja. A naprendszeren kívül vannak különböző fajok. Vannak különböző fajok. Hát például ott van egy anomália, ott kibejönnek. Na, hát itt van az első mondat. Igen, hát az anomália, tehát Pécs környékén van egy anomália, ott kibejönnek. Szeretik a Széchenyi teret? Hát nem lehet, vagy a tettje. Igen, szerintem inkább a tettje lehet az. Szerintem a... Hát hol másutt? Mit tud vajon Attila, hogy mi történik Pécs környékén? Tehát ezt ilyen magabiztosan így állítani, ez több mint bátorság. Pécs környékén van egy anomália, ott kibejönnek. Hol? Időkapuk vannak? Fekete lyukak? Anomália. Nem időkap, ez anomália. Anomália. Van egy anomália. Tulajdonképpen kellemetlenül kezded érezni magad, és átölöl egy 8-kor, az ott egy anomália. Folytatódik tovább az interjú, figyelj! Volt, amikor Miami-ban éltem bele először valóságos délben, Miami-ban egy teraszon találkozhattam két plejárdbelivel. Hát azért két milyen beli? Plejárdbeli. Ne kérdezni már arra. Plejárdbeli. Mindjárt elhangzik, hogy kik a plejádok, itt helyre teszik. Figyelj. Plejárdbeliek, azaz a fiastyúk fényküldöttei, reptilianidák. Tehát a fiastyúk fényküldöttei, ők a plejárdbeliek. Tehát Miami-ban egy teraszon, egy szálloda teraszán délben Attila találkozott két plejádbelivel. Attilát is felfedezte a két plejádbeli, vagy csak Attila fedezte fel a két plejádbelit? Vagy volt egy ilyen összenézés? Nem, azt ő elmondta már régen, hogy aki hisz bennük, afelé nyitottak. Tehát, hogy én azért nem találkozom plejádbeliekkel, mert én ugye... Hát már más dolgod van, egy csomó a városban. Hát igen, érted? Könyékésen vagy mostanában Miami-ben, meg aztán pláne. És ő viszont, aki hisz benne, ő felé nyitottak a Plejádben. Így van. Elképesztő bátor. És a Plejádbeliek is ugyanígy mesélik egyébként otthon a Fiastyúk környékén. Tegnap találkoztunk megint egy ilyen kopasz humanoiddal, én nem hiszed el. Kopasz humanoid. Egy kopasz humanoid ott állt májukban a szállodában. Úgy mesélik, hogy ahogy kiléptünk a pécsi anomálián. Igen, ahogy a Szófiane. A Szófiane anomálián a tettjénél. De közel, egyébként komolyan tényleg mondom, le a kalappal az Attila előtt, mert ezt ilyen bátran bevállalni, azért ehhez kell tartás, és ehhez kell bátorság, mert erről az ember inkább hallgat, megbélyegzik, rányomják, rámolják, hogy hülye, meg balond, meg nem tudom, ő ezt vállalja. Folytatódik tovább az interjú, várja, még nincs vége. Anunakik, Sirius beliek. Rengeteg fajt írtak már le azok, akik hasonló nem mindennapi kalandokon mentek keresztül, mint Attila, aki szívesen és gyakran beszél saját tapasztalatairól. Aljas az interjú készítő, és szívesen és gyakran beszél saját tapasztalatairól. Annyira hagyja a lábbalót, annyira személyen. Úgy adja el az egész interjút, mintha egy ártatlan ember egyébként csak vidáman elmesél. Szívesen és gyanútlanul mesél ártatlan kalandjairól. Szemét dolog egyébként. Általában fogalmi zavar van, ez az UFO, ez ilyen UFO, és akkor UFO minden, ami zöld-kék pepita, és nem megfogható, és éppen elszállt valamelyre. Attila látta a lufót. Láttam olyan koronggal, akkor biztos te is láttad, mindenki látta, vagy éppen nem korong, hanem van éppen egy fél stadionnyi. Pedig megbeszéljük, mi az UFO. Ezek között természetesen van olyan, amik valóban más dimenziókból, alaprendszer más szegmenséből érkeznek. Jó, hát ezzel nincs baj. Elmondja az UFO-kat, ezzel nincs baj. Nem? Elmondta. Elmondta, igen, ott közben mutatnak egy képet, ez egy érdekes dolog egyébként, egy 2015-ös májusi vulkánkitörést, ahol brutálisan nagy hamufelhő megy, és közben a hamufelhő felett valami kicsi kis apró pont elrepül. Ez egy érdekes felvétel. A kabja UFO és integetett Attila. Nem a füst segítség. Igen, rohadt életben megfulladok, vitték el Attilát. Nem, maga a kép egyébként jó. Jövök reggel. Maga a kép jó egyébként, ott valami elrepül. Amikor egy ilyenfajta elvittel után azért az ember, sőt a feleségem Mártika számtól... Bocsánat, csak hogy helyre tegyük, itt arról beszél, hogy milyen az, amikor éjszaka elviszik őt. Itt jön az interjú legbátrabb része, hogy éjszaka elviszi, a felesége Mártika és furán néz rá. Mert az UFO-kkal való találkozásokat, hogyha figyeltetek, azt így kicsit le is patintja meg, az annyira triviális. Hát olyan bárkinek is nem érdekes, de az elvitele. Éjszaka, amikor elviszik. És nagyon jó ezekkel. És nagyon jó érzékel belekeveri Mártikát is. Nekem ez is nagyon szép. Utána egy két-három napra úgy az ember, hogy megkussolgat. Tehát úgy, akkor tudta, hogy akkor már volt valami éjszaka, akkor ültem csendbe, mit kész, kösz egy teját csak. Azt mondja, közben szólok neked, hogy úgy 3 órája meg nem mukkantál. És ültem a fotelbe, és elaludtál. Hát van az úgy. Hát mással is előfordul. Hát elviszik. Aha. Igen, elviszik. Aha. Ő ezt ugye sokszor elmondta. De megint egy interjúban ezt ennyire egyértelműen, ilyen tisztán, nyíltan ő ezt felvállalja, hogy érte jönnek. És akkor utána, hogyha így elvittek a Plejádbeliek, a Fiastyúk és környékére, akkor azért megkusolsz. Pár óra, még a teát se fogod el a Mártikától. Igen, de aztán már kéred 3 óra után. Akkor később kéred, ugyanúgy nagyon bátor. Egyébként tényleg nagyon bátor. Tehát ezt így elmondani, gyerekek, nem tudom, hogy a bátor a jó szó, de le a kalappal. Tényleg le a kalappal. De most akkor nem kéred a teát, Ati. Tehát a foteledben 3 órát elszunyókálsz, és ezt arra fogni, hogy te a Plejádbeliekkel rendezvúztál, az tényleg bátor. És nem pedig az előző esti nagyotádi koncertre. Találkoztál valakivel. Egy tovább. Az elsővárosságomban volt olyan, amikor a feleségem közösen élt velem, élt meg élményt, de az enyém az általában nagyon nagy részben szólisztikus jellegű volt. Nekem volt is mellette, pedig hát aludt vagy feküdt az ember pár, és nem tudom semmi. Tehát ő, hogyha mondjuk ott felébredt volna, azt látja, hogy te mellette fekszel, vagy akkor itt fizikailag hát, is eltűntél volna? Nem, vagy éppen nem. Hát ezeket is különböző változatok vannak, amikor próbálja költögetni az ott maradt testet, mert olyan is volt. Kiköltögeti azon a felesége. Nem Mártika, ez még a Mártika előtti feleség. Ja, hogy te kiszállsz a testedből, és közben téged kertegetnek. Igen, hogy keljél már föl. De közben nem tudsz felkelni, mert nem vagy a testedben. Hát összetolnám magam, keltegetném a Wikit, és nem kellene föl, de közben lenne szívverése. Hát de most várjál, leereszt a Wiki, ahogy nincs benne, mert akkor csak a külső. Megpróbálom felfújni. Fordított esetben ő fúj föl engem. Bani, látom, nagyon le vagy eresztve. Figyelj, amikor engem elvittek, én leeresztettem, de hál' Isten a Wiki mindig felfújt. Nem mozdul, de már legalább mosolyog. Mint a robotpilótát az Airplane-ben, ahogy ugye a pilóta felfújta a robotőret. És közben kiabálna a Benninek, hozd a lábpumpát, apát megint leeresztett. Anya, lehet, hogy te is kellett. Hozd a kézipumpát. És most a kompresszor. Kössük a kompresszorra, kössük a kompresszorra. Szóval, hogy mi történik, hogy elvisznek téged, de igen, a tested ott marad? Marad, és hiába keltöget a feleséget, én átjárti, kelj már fel, a pálapipista háromszor jól, hogy új hurkészletet akar venni, és hogy kéne, hogy zábolni. Kéne náplászámlát, vagy nem, vett egy új Gibson. Hallodom, a banna kasszából kéne egy három rugó legalább. Azért gyerekek, akkor fogom összetolni magam, ha igaza van. Ő is azt mondja. Mit? Hogy azt mondja, hogy megijed. Mi van egyébként, ha igaza van? Én szurkolok, hogy igaz legyen. Persze. De tényleg, tényleg, hát ezek után már csak Attila miatt is. Egyszerre mert én őt tisztelem meg. Tehát nagyon, én nagyon kedvelem. Mint zenész, mint énekes, őt nagyon tisztelem, és nagyon szurkolok, hogy kiderüljön a végén, hogy tényleg neki volt igaza. Folytatódik az élmények, tehát sokszor igen megrázóak. Edda Dali született már hatásukra. Annyira aljas. Annyira aljas, mintha egy ilyen nagyon klasszik, nem tudom milyen anyagot nézik. Ezek az élmények természetesen az álnaív riporter, tudod, nagyon megrázóak, Edda Dali született róla, tehát az egészet úgy adja elő természetesen, mint ez a világ legtermészetesebb dolga lenne. Ez volt a Kék sugár című. Ami nem csoda, hiszen egyszerű szavakban, pláne egy rövid riportban Attila szerint lehetetlen átadni a történeteket. Nem az a lényeg, hogy Pataki Attila mit mond, hogy látta, mit élt meg, hanem bárki kétkedik. Annyit kell beírni, Kanada volt védett. Jaj, ezt én is sokszor mondtam, ezt ugorjuk át. Igen, igen. Jaj, ezt nem hallottuk. Ezt hallottuk, ezt én is mondogattam néha. Igen. Jó, de Kanada volt védett miniszter, azért érdekes dolgokat mondott. Igen. Azért az érdekes dolgokat mondott. Igen, de abban közrejátszott az is, hogy fel annyi nyugdíjat kapott. És aztán az orvosai érte. Igen, és kérték, hogy Rivotrira ne igyon. Tehát megmondták neki, hogy öreg nyugdíjas, vagy elkezdtél a Rivotrira inni, ne tedd. És százszor megmondtuk már, hogy alvászavaréd vannak, nyugtatott, soha ne igyál. Léci, legalább az az éles lövészeten rakd be a füldugókat, jó? Mert nagyon közel állnak a taracok. Ajjajjajjajjajjaj, gyerekek. Komolyan, egyszer kiderül, hogy igaza van. Paul Helliernek hívják az urat, Kanada volt védelmi minisztere. Ezért kell meghallgatni, hogy 9 percben mit van. An investigation was launched into this whole subject. Mindjárt fordítom. And a document was prepared which concluded that at least 4 species had been visiting. Oké, tehát azt mondja, hogy volt egy nyomozás, ugye, amiről készítettek dokumentációkat is, és a dokumentáció azt bizonyítja, hogy legalább 3-4 faj több ezer éve látogatja a Földet. Aha. Ezt mondja a Kanada védelmi minisztere. Hát, igen, és? Volt. Jó, nem véletlen, hogy leváltották. Szemetek vagytok, lehet, hogy nyugdíjba ment, azért nem feltételezzük, azért, mert volt védelmi miniszter, azért még nem biztos, hogy ez Kanada volt védelmi miniszter, ez egy totál hülye, nem? Ugye? Hát igen, de hát ugye koránál fogva nyugdíjazták, tehát hogy kitöltötte a mandátumát, vagy pedig észrevették, hogy ilyen top secret iratokból, hogy hívják a budira top secret iratokkal. A gőzhajókat hajtogat, meg ilyen. Nem tudom, azért az érdekes, hogy egy ilyen tisztséget betöltő ember, erről azért beszéltünk pár éve, ezt mondja. Egy szenátusi vagy kongresszusi felszólalásban. Tehát, hogy ahol azért ott ülnek komoly öltönyös emberek mögött, azért ez érdekes. Nem én mondom, nem a Pataki mondja, ezt ő mondja. Azóta sincs semmi. Felelősségbeosztásra vettétek-e, hogy ebből a hírből azóta sincs semmi. Honnan tudjuk, hogy nincs semmi? Azért, mert Magyarországra nem jut el. Hát azért a más számos felszólalás, irat, nem tudom, ismertetés, stb. Azért van egy csomó minden. Nem egyiket, nem a volt kanadai védelmi miniszter lenne az egyetlen olyan felelősbeosztású, vagy korábban felelősbeosztású ember, aki furcsán kezd el viselkedni. Nálunk is volt olyan rendőrtábornok, aki előszeretettel brunyált oldalba autókat nyílt utcán. Ez is igaz. És Paul Hellier után szeretném felhívni a figyelmet Hillary Clinton mostani kampányára, amiben azt ígéri, hogy ha megválasszák őt elnöknek, akkor felfedi a szikszaktákat. Tehát ez a fedő, amivel az egész földönkívüli téma le van fedve, tele van gőzelés, mert így emelgeti a fedelét, és pillanatokra szerintem fel fog csapódni. Hát akkor kapaszkodós lesz azoknak, akiket ez a téma annyira nagyon nem ér. Ez nektek szól. Kis puha, kis kakis lesz a bugyi majd. Kakis lesz a bugyi, fogtok rohanálni kakis bugyival. Megint hozzád, bali, nézd meg a 8-szorú. Bali, igazad volt. Ati, ne haragudj, megkövetünk téged. Igen, elnézést mondom. Kakis bugyival itt fogtak üldögélni. Arról szólt, hogy meghívták a vacsora csatába, és egy kis burkot romocét akart ezzel a fedős, meg gőzös, meg. Nyilván sülni fog. Na, csak itt jön az interjú vége. elkezd, sőt, azoknak meg rettentesen, akik az orrukat túrták, meg kirőtjálik. Na most itt értem célba. Erre nem tudok mit mondani, oké, ez nekem szó. Ha most lenne webcamünk, azt gondolom, hogy Ati feltörte. Ez én vagyok, basszus. Itt vagy valahol? A gépeden nincs kamera, szemben van kamera? Van. Akkor le, ott százszor megmondtam már János, hogy legyél szél zsebkendőt használni. 8-9 éve dolgozunk együtt, a rohadt életben. Ötték, meg csúfolódtak rajta. Hát azok, amikor először majd átölelő őket egy 8 karú szeretettel, akkor valószínűleg a naci tele lesz. Mintha én mondanám. Igen. 8 karú szeretettel, az azt jelenti, hogy Atit már átölelte? De szeretettel. Hát sokszor szeretettel. Igen. A sunyiba púzósokat nem mondják, hogy fel is tudjon csatlakozni. Miért az ortúrós és a sunyiba púzós üzent Attila a Morning Show két hitetlenének. Szóval ugye? Hát... le a kalappal. Én azt gondolom, lehet, én hiszek a földön kívüliekben, és azt is hiszem, hogy jönnek, és itt vannak, és tanulmányoznak, és figyelnek, és abban is hiszek, hogy valószínűleg nem hozzák még egyelőre nyilvánosságra. De így kiállni, és egy műsorban ezt elmondani, gyerekek, Attila egy bátor ember. Sokszor egymás után. Sokszor egymás után. Azért ehhez komoly bátorság. És hát ott van szürke eminenciásként Mártika is. Aki szintén többször átéte. Hát ők ugye találkoztak gyúrós ufokkal is, tehát hogy ez is ugye pár hónappal ezelőtt. Tényleg. Sztori, igen. Hát, és ott azt hiszem, hogy buszon futottak össze ráadásul. A Plejádok gyúrnak, vagy ez egy másik nemzet? Vagy a Plejádokon belül vannak nem gyúrós és... Nem tudom, ők azt hiszem streetwork utasok. Egy hallgató megírta, hogy hogy zajlan a klasszik oxos gyúrós. Hogy zajlan az első kommunikáció a Attila és a Földönkívüliek neve. Szia, hogy hívnak? A nevem Pat. De sokan csak Attilának hívnak. Akkor te vagy Pat, aki Attila. Lenne az első felvétel. Meg is van. Pat, aki Attila. Zseniális. Na jó van. Gondolkozom, hogy lehet ebből úgy témát csinálni, hogy belevonjuk a hallgatókat, de hát nem akarom. Nehéz. Kinek milyen UFO észlelése volt, ki hisz az UFO-ban, kinek van olyan ismerőse, aki nagyon hisz benne, és mi kell fáradt benne. Ezt talán megcsináltok. Hát Pécsen, vagy Pécs környékén van egy anomália. Ott most a pécsiek, illetve a Pécs környékiek, hogyha tapasztaltak ilyen anomáliát, vagy bármit, amit ők anomáliának gondolnak. Többen írták, hogy szerintük ő anomália. Hogy ott kibejárkálnak. Igen. Többen írták, hogy ez csak egy pécsi anomália. A Pécsen annyi anomália. Nem, Ati, anomália. Már és tényleg kibejárkálnak be. De ennek nem nagyon örül a... Drága hallgatók, ha van a környezetetekben olyan ember, aki szintén ennyire bátor és így hisz benne, írjátok meg, hogy ki ő, egy nagyi, egy nagypapa, egy apócs, egy anyós, aki videókkal, összeesküvés elméletekkel fáraszt benneteket, családi összejöveteleken előáll és azt mondja, hogy a Vezuvban laknak, és onnan repülnek ki, vagy a Marianna árkot használják búvóhelynek. De bármi, tehát hogyha van a családotokban egy hasonló ember, mint Attila, aki ezt ilyen bátran, nyíltan, nem számolva a következményekkel vállalja, írjátok le, hogy ki ő és mi az elmélete. UFO-kkal kapcsolatban, földönkívüliekkel kapcsolatban, chemtrail-el kapcsolatban, bármi, tehát mit csinál egy ügyeletes, összeesküvés elméleteket sejtő nagypapa, nagymama, anyós, barát, férj vagy feleség, jó? Ezt írjátok meg nekünk. Írjátok meg nekünk, ha esetleg egy társas úton összefutatok, mit tudom én, egy Loire-menti kastélyok szervezett túrán néhány Plejád belivel, akkor azt is írjátok. Vagy van olyan rokon ismerős a családban, barát, aki tényleg habszószájjal hirdeti, hogy higgyük el, hogy neki igaza van, írjátok meg, hogy mit mond. Jó? SMS számunk változatlan 0670 645 00 00, jövünk az SMS-ekkel a hírek után. Hölgyeim és uraim! Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3-9 lesz pontosan. 2 perc múlva, szép reggelt kívánok mindenkinek. Itt vagyunk, és érdekes dolgokról beszélgettünk, egy Pataki Attila videót elemeztünk ki, mutattuk meg, a Velvet találta, és hát... Erős anyag. Elképesztő dolgokat mond, még ha az ember hisz is ebben, tényleg én azt hiszem, hogy Attila országunk egyik legbátrabb embere, hogy ez így kiáll a széles nyilvánosság elé, már amennyiben a Petőfi TV széles nyilvánosságnak mondható, és ezt így elmondja, akkor hát le a kalappal előtte ufokról, plejádokról, fényemberekről és mindenről volt szó ebben az interjúban, és arra kértük a hallgatóinkat, hogy írjátok meg nekünk, hogy a ti családotokban van-e olyan ember, aki hát szintén Attilához hasonló módon hirdeti az igét, összeesküvés elméletekben, ufókban hisz, és szeretné a család többi tagját meggyőzni arról, hogy már pedig itt vannak, figyelnek bennünket, és veszélyben vagyunk. Itt van egy hallgatónk, Gábor. Hello Gábor, jó reggel! Hello, jó reggel, sziasztok! Hello! Szia. Na, nálatok mi a helyzet? Minden rendben, én annyira nem hiszek az ilyen dolgokban, de meglátjuk, mi lesz majd. És ki igen? Hát a kedves szomszédom eléggé hisz ebben a dologban, olyannyira, hogy ő kitalált, hogy gyógyítják az ufók minden hónap csütörtökén, valamelyik csütörtökén, és hogy erről legyen valami anyag is, elkezdték és felszorták az egész lakáslisttel. Nem mondod komolyan. De, és a haverjában beült a szekrénybe, hogy majd lekamerázza a gyógyítást. Egész este nyilván ment a virrasztás, hát nem lett semmi belőle. De várjál, a liszt az mire jó? Az miért kell? Hát a lábnyomok. Hát ja, te hülye vagyok. Hát. Aha. Tehát, hogy legyen lábnyom, hogy kiártott. Hát legyen lábnyom, nyilván persze, hogy kiártott, meg hogy néz ki, meg milyen lába van. Haver az beült a szekrénybe, kamerázta, nyilván nem lett semmi. Konklúzió annyi lett, hogy hát elnézték a naptárat. Tehát, hogy jönnek, csak nem ezen a csütörtökön. Így van, és nem fogjátok eljönni következő héten ismét. Felszorták a lakást, és beültek a szekrénybe. Nem mondod komolyan. Hát, van ilyen, de nem lett megint csak semmi, hogy nem tudom, úgy látszik szégyellősek vagy. Nem, hogy az lehet, majd még meglátod, csinálnak két ilyet, és utána az lesz, hogy azért merők lebegnek, tehát azért nincs lábnyom, és amikor jönnek, akkor elaltatták a havert a szekrényben. Egy. És a kamera, az megállt? Az megállt, hát persze. Majd meglátod, a negyedik órában van rajta egy ilyen kis röccsenet, valami kis dropout a szalagon, vagy nem tudom micsoda, az lesz a megállítás. És én így csinálnám, én ezt mondanám. Igen. Köszi, hogy elmondtad, ciao. Kitartás. Hello. Nagyon helyes SMS-ek vannak. Pécs olyan csóró, hogy itt még anomália sincsen, azt is küldte nekünk. Az én ismerősöm váltig állít, hogy minden este ufót lát, pedig valójában egy játékkereskedés Kft-nek a fényjátékát látja. Szegénynek nem egyszerű. A volt szomszédunkat vitték el a Siriusiak. Rendszeresen kísérlőadásokat tartott nekünk a dimenzióváltásokról. Azt mondta, hogy ne jegyen meg senki, a hány ingere van, a dimenzióváltás miatt van. Erre a párom csak annyit mondott, hogy tény, hogy van hány ingere, de azért, mert mennie kell dolgozni a hetedik éjszakára. Meg akarta mutatni az üveggömbjét is. Az ismerősöm szerint a hold túloldalán bújtak el az ufók, és nem sokára támadást indítanak ellenünk. Nagyon sokszor mesél erről. Azt mondja, hogy hamarosan eljönnek, alig várja a találkozást. Itt van egy újabb hallgatónk. Halló, jó reggelt! Üdvözlöm, László vagyok. László, hello László, jó reggelt! Hello, jó reggelt! Mindenkit üdvözlök. Na hát az én történetem végül is az unokölcsémmel történt egy elég érdekes dolog. Most várjál, tiéd vagy az unokaöcsét? Tehát veled vagy az unokaöcsét? Nem, velem és az unokaöcsémmel. Vicces vagy. Na szóval a történet a következő. Hajdú-Bihar megyében voltunk éjszakai horgászaton, azt szoktunk horgászni. És tulajdonképpen aki horgászik, az tudja, hogy kiveszi a botot, beteszi föl, csajz, stb. Hát általában a horgászat az így zajlik. Igen. Hagyományosan vezőet csináltatok a horgászatnak, de néhányan ezt még így csinálják való. A következő, hogy olyan éjjel, olyan 2 órakor, mert az autóban a villany lekapcsolt, a rádió nem működött, és akkor így néztünk egymásra, hogy mi is történik. És az volt az érdekes, hogy mintha egy üvegkupola alatt lettünk volna, hogy a csillagokat nem láttuk, ott volt egy ilyen 1 kilométerre körülbelül egy ilyen vasúti átjáró, és egyszerűen semmi nem működött. És akkor... Láttátok az 1 kilométerrel arrébb a vasúti átjárót, hogy nem működik? Igen, mert a fény világított. Tehát a fehérén világított. És ti ültetek egy üvegkupola alatt? Igen, körülbelül. A kocsi volt, ez egy Citroen Berlingo volt, hátul ültünk tulajdonképpen. Na és akkor a következő az volt az érdekes, hogy utána olyan 2 óra körül egyszer csak teljes nappali világosság lett. És akkor mi nem is vettük így észre tulajdonképpen ezt a dolgot, meg semmit nem foglalkoztunk úgy. Na, hogy nem vettétek észre, hogy nappali világosság van? Igen, nem tűnt fel? Nem tudtunk semmit, mert autóval mentünk, úgyhogy vezettünk. Na, hogy tulajdonképpen, és az volt az érdekes, hogy utána 2 hét múlva együtt mentünk valahova megint bárhova. És akkor mondta nekem bárhol. Eléggé megalapozott a sztori. És ott volt még bárki is. Igen, bárkivel együtt mennünk bárhol. Igen, figyelünk, csak próbáljuk kibogozni a részleteket. Igen? Mondta, hogy nem akarom, hogy hülyének nézzél, de én úgy érzem, hogy 5-6 óra ott kiesett. És akkor mondtam neki, Csabi, mondom, én is gondolkodtam ezen, de mondom, én sem mertem mondani, mert azt mondod, hogy te vagy én vagyok a hülye. És akkor esett le, hogy 2 hét után ez az élmény előre jött. És ilyen kérdésem magzott egy Csabi, te fogtad meg közben a segget? Szóval nem azt mondom, hogy eltérítettek, nem azt mondom, hogy bármi volt, de... És mi volt a nappali fény oka? Tehát oké, hogy nappali fény volt, éjjelkeltük, de az emberre csak körbenéz, felnéz, hogy felkapcsoltak valamit, vagy... és nappali világosság volt. Nappali világosság volt. Tehát nem azt mondom, hogy eltérít, mert utána kerestünk ilyen jeleket magunkon, de nem találtunk. de ott vagy valami időanomália volt, vagy tényleg nem, azt mondom, hogy elvittek minket, mert én ebben, hát a tárgyi bizonyíték lett volna, akkor igen, de... És aztán újra besötétedett, vagy maradt a világos? Tessék? Újra besötétedett, vagy maradt a világos? Nem, maradt. Tehát érthetett a világos. Utána mentünk tovább a dolgunkra. Aha, értem. És ez egyetlen ilyen közös élményetek volt, vagy előfordult később is, amikor mentetek bárhová? Egyetlen, amikor így volt. És mondom, megdöbbentő volt, hogy 2 hét múlva fedettük ezt föl. Addig nem is beszéltünk így erről. Tehát biztos, hogy volt valami idő eltolódás, vagy valami, és mondom, ott vannak állatok, vannak csillag, tehát nyár volt, és totál sötétség, semmi hang nem volt, nem kiribeltek, semmi. Nem lehet, hogy lemerült a Berlingónak az aksia? Nem, utána tudtunk menni tovább. Mentetek tovább. Hát ez egy érdekes történet. Tulajdonképpen ha nem, én ezt pár embernek már mondtam, valaki elhiszi, valaki nem, de ha nem én élem meg, és egy tanú alatt azt mondja, és azt mondja, nem hiszem el. Aha. Azóta voltatok együtt valahol? Állandóan. Igen? Persze. Hát köszönjük, hogy elmondtad. Na, úgyhogy körülbelül ennyi a... Csabi? Csabi a barátod. Csabi az unokölcsém, igen. Unokölcsém. Aha. Igen. Oké. Köszi. Ciao. Beszélünk azért Csabival is. Ciao. Hello. Beszélünk én Csabival, hogy ő hogy emlékszik az esetre. Nekem volt egy kolléganőm, 50 körülbelül volt, sosem beszélgettünk sokat, majd egyszer csak elkezdett olyan e-maileket küldeni, hogy ő egy idegen faj, és hogy látja a körülvevő fényen milyen tiszta, azért mondja el nekem ezeket. Mondta, hogy jön a megtisztulás ideje 2 év múlva, és hogy szeretné, ha csatlakoznék hozzá. Haláli önuralom kellett hozzá, hogy ne röhögjem arcba, majd azt mondta, hogy vigyázzunk a varázs gömbjére. Ennyi. Ez az SMS. Hát igen. Szóval, hogy azért vannak érdekesek. Érdekes SMS-ek. Picit ez nehezen érthető. Vajon mi történt Csabiékkal ebben az 5 órában? Hát ezért ebben sok kérdést vett föl. Ott nem szabad tényleg. Lehet, hogy valami élményfürdőben pecáztak így. Igen. Felcímkézetlen bontott üvegből nem szabad. Igen, ha az ember ráadásul szed valamit, akkor meg aztán pláne nem. Az én nagybátyám UFO-kutató szövetség tagja és feltaláló, órákig tud beszélni, a legjobb barátjával, Jánossal már beszéltetek. Hello, nekünk a nagyfater állította hosszú éveken keresztül a családban, hogy Kennedy lőtt először. Ez jó. Figyelj. Ugye, mert hogy összeesküvés elméleteket kell. Tehát csak önvédelem volt. Tehát Kennedy ült a limuzinban Dallasban. Megcsillant valamelyik közeli gyárépületnek az ablakába. Kennedy odalőtt, majd utána erre megkapta a választ. Előrántott a flintát. Igen, a feleség azt mondta, hogy ne most lőj. És akkor ő utána szegényt lelőtték. Hát, igen. Na jó van. Köszönjük szépen az SMS-eket. Hát sok helyen. Vannak azért érdekes családtagok. Egy este rémülten állt valaki a szobában, reggel vettem észre, hogy a gázcsövön száradó munkás gúnyám kaptuk SMS-ben. Mutatjuk, hogy mit kell kitalálni. Jó, drága hallgatók, figyelj mindenki, aki játszana velünk 3-as ugrást. Lezártuk a témát. Jön a játék, ha szeretnétek játszani, akkor figyeljetek. Ez a beugró 3-as ugráshoz. Halló! Hangos volt. Kicsit Brian Johnson. Kicsit vér folyik a fülemből, igen, na figyelje mindenki, jó? Ó, na hát ez nagyon könnyű. Ez nagyon könnyű. Ez az összeset játsszuk sokszor is. Ismerős lehet, hallottátok már, úgyhogy ezt nem is kell többször megmutatni. Azt tudtátok egyébként, hogy aznap reggel, azon a tragikus reggelen Lennon a Dakota ház előtt mindenkire megpróbálta rátukmálni az autogramját, és Chapman nem akart elfogadni. És ebből lett egy nagyon csúnya szóváltás. Igen, és így szegény Lennon, így lett vége. Igen, ő kereste a bajt. Tudod, hogy még mindig nem akarják kiengedni. Hála jó Istennek. Nem baj. Hát azt meggyógyult egyébként. Aha. És hogy egészségére szeretne visszatérni a társadalomba. De nem engedik ki, mindig ráhúznak még 5 évet, de hogy azt mondja, hogy oké, megbánta, leültem, most már engedjék szabadon. Ez is érdekes kérdés egyébként, nem morális szempontból, hogy... Mikor megbocsátható egyáltalán? Ült 30-35, nem tudom, 20 évet, 30-at, most már azt mondja, hogy oké. Hát reméljük, hogy nem sokat olvasott a Sittemel, az ő személyiségére az olvasmány élvényei élénk rossz hatással vannak. Ő ugye azt mondják, hogy a Zab hegyezőnek a hatására ment oda, és aztán írta ki Lennon. Szegény. Igen. Na, ha tudjátok, hogy mi volt a feladvány, akkor küldjetek el nekünk, jó? És péntek van, ez pedig azt jelenti, hogy kérdés-válasz óránkhoz érkeztünk. Könnyed, fajsúlyosabb, nehezebb, bármilyen kérdést küldhetek nekünk. Nem feltétlen kell, hogy ez velünk kapcsolatos legyen, ha olyan fordulóponthoz érkezett az életetek, vagy nem tudjátok valamire a választ, vagy csak szeretnétek segítséget kérni. Ez az interaktív fél óra hallgatókkal. Ezt nagyon szeretitek, mi is nagyon szeretjük, úgyhogy ha van kérdés, akkor küldjetek nyugodtan. Tehát jó ez a alufólia sapka az UFO ellen. Például igen, igen, de nem kell csak a témánál. Lehet beliekkel találkozás, hogyha egyszerre valaki 8 karral lő le, azt hogy viszonyozunk 2-vel, ilyesmi. Gyerekek, én akkor is azt mondom, Attila a legbátrabb ember ebben az országban, tényleg, vagy az egyik legbátrabb. 5 perc van 9 óra, jövünk a hírek után. És most folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a Morning Show. 9 óra után vagyunk, pontosan 8 perccel. És erre a mikrofonra már nincs is szükség, mert hogy Jani elment, észlelt egy nagyon fura anomáliát. És meg ki kell vizsgálja mélyen. Szóval ezt mélyen ki kell vizsgálni. Nem, Jánosnak dolga van, és elköszön mindenkitől, csókoltat benneteket. Reméljük ti is őt, jön majd jövő héten szerdán, csak el kellett most sietnie apró kis dolgait intézni. A legjobb részről marad le a kérdezfelelekesztő, úgy szereti, nekem mondta, hogy nagyon sajnálja. Igen. Nagyon. Kérdezi valaki ezt a dalt, Pataki Attila írta Miami-s emlékeire. Jó, jó kis retro 50 cent, így van. Még több angol Gáspár Laci írja. Írja egy hallgatónk. Na, hát igen, ugye, ahogy egy hallgató írja, ez a hét is hamar elment, mondta Hófehérke és felhúzta a bugyát. Ugye, Jézusom. Ez szellemes, ez szellemes, ezért nem ismertem, ezt bírom, ez a hét is hamar elment. Szóval igen, hát péntek van, és 4 napos ünnep előtt állunk. Nyár viszonylag jó idővel, mert nem mindenhol igen? fog esni. Igen. Na, hát leszálltak a 4 napból. Nem lesz hó mindenhol, igen, nézzük na, a jó oldalát. Tessék. 4 napból 2 nem fog esni. Tényleg? Aha. Csak senki nem tudja még melyik az a kettő. Az a baj, a meteorológusok tudják, hogy mit mondjanak. Én most hétfőn látok napsütést, de hát ezek gyorsan változnak, 11 fokot. Holnap felhős 12, és kedden viszont szakadó esőt mutat 9-et. Csatlakozol? Nagyon jó, elfogadom. Mindhármunknak azonos telefonja van, tehát valószínűleg az applikációján ezt mutatja, az erős sötét oldaláról kellene, hogy valaki ezt cáfolja. Miért megyek mindig sármelységekre, azt nem tudom. Mert oda vágyol. És mindig úgy megörülök neki. Pillanatra elhiszem, hogy 28 szikrázó napsütés, és aztán rájövök, hogy nem, egy picit arrébb kell mennem. Hát jó, azért az már elmúlt, ami régen volt, hogy amikor mi fiatalok voltunk, már rügyeztek a fák, 20 fok volt március 15-én, és már nagyon jött a tavasz. Ez egész eltolódott. Tehát ez áprilisban igaz, márciusban még sokszor fagyok, hóesés, hát ami most is volt a héten, nem? Tehát kiülünk március 15-én az ünnepet úgy ünnepelni, hogy egy szár pólóba flangál mindenki, ez régen volt. Ez most már egy picit arrébb csúszott. Márciusban még tél, októberben még nyár, decemberben még meleg, és csak januártól jön az igazi hideg. Tehát az a klasszik tavasz az el is tűnt szerintem. Tehát, vagy lerövidült, vagy igen, nagyon-nagyon rövid lett. Tehát mi losolkodni még fiatalkorunkban úgy mentünk, hogy egy rövidújú ing. Jó nadrágot vettünk hozzá, ha jól emlékszem, de most már nem tudsz így menni locsolkodni, kabátban megyünk, somával. Tudom, nem járunk locsolkodni, ne nézz így. Nincs bajom a locsolkodással, ez egy nagyon fontos hagyomány, és egy nagyon szép ünnep, és egy nagyon fontos ünnepköre a húsvétnak, vagy hát maga az ünnepkör is nagyon fontos. Nekem nincs bajom a locsolkodással, csak én kevésbé locsolok, de hát más egy szocializáló. Így, nem? Mi vidékiek. Én szerintem ennek ott nagyobb hagyománya van. Persze. Tehát egész egyszerűen arról szól, hogy ott valahogy ezt jobban is ápolják, nagyobb a hagyománya is. Mennek oda a tűzoltó tömlővel, házról házra, meg rohangálnak a csajok, meg vödörre. Hát Szamárháton. Valahogy ez... Nem, most nem erre gondoltam. Igen, Sántalogon, Szamárháton. Nem, tényleg valahogy ennek Budapesten kívül, nem szeretem ezt az ott, hogy vidék, de sokkal nagyobb hagyománya van magának a húsvétnak. Megmondom neked, hogy miért van így. Mert miért van így? Azért, mert iszol közben, ja. És Budapesten annyira távol laknak a rokonaid, hogy az gyalogosan, vagy villamosan még adják. Hogy kevésbé vidéken fölülsz a bringára, hajtasz kettőt, ott vagy Marikáéknál, beesel az árokba. Nagyon jó, persze. És akkor mész tovább. És szépen az egész falut körbe tudod járni. Hát Pesten ezt marha nehéz megoldani. Igen. Az első rokonál leragadsz, ott iszol, onnan már nem tudsz tovább menni, annyira berúgsz, ugye? Tehát, hogy ezért így nehéz. Na, azt mondja, hogy Nézzük a közlekedési híreket, mi helyzet az utakon, mit írnak hallgatóink. Már nincs lezárva a belső sáv az M0-áson a Megyeri híd felé, oszlik a tömeg, ezt Kornél küldte nekünk. M6 a 184-es kilométer kő között drága fotók, a 184 és a 185-ös kilométer kő között drága fotók készülnek, Vegetta küldte nekünk, mindenki vigyázzon. Trafiznak az Andrásin a Bajza utcánál, Manó Bandi küldte nekünk, valamint... Pécsett valóban van egy durva anomália, Rákóczi út 52, NAV igazgatóság. Köszönjük szépen. M7-es Kanizsa felé a 146-os kilométernél Balatonboglár Ordacseli csehi felhajtó tövébe kamera figyel. Varjak fent ülnek a mikrobuszban. Bizsó a szállító küldte nekünk. Egri úton mérnek a rendőrök hevesen, valamint a 3-as főúton Gyöngyös felé az Abasári elágazó előtt kamion a szélső sávban parkol, valószínűleg műszaki hiba miatt. 47-esen Berettyújfalu és Derecske között trafi, valamint torlódás az M0-ás Megyeri híd felé, de hogy hallom, akkor az már megoldódott. Igen, nincs lezárva a belső sáv, úgyhogy minden oké. Na, jöjjenek a kérdések. Nézzük akkor, mit írnak hallgatóink, ki mit akar tudni, mire kíváncsi. Jön egy csomó kérdés ugye Anihoz, de hát ezeket ugye most nehezebb megválaszolni. Válaszoljuk már meg mi, amit mi gondolnánk. Túloztam egy sejét hozzá. Rászolottál picit, csak próbáltam a Janit jobb szíme felszínű. Egy darab kérdés nem jött hozzá. Ne jöjj, de inkább szellemeskedő. Szellemeskedő kérdése. Na, azt mondja, hogy kedves Otto úr. Jó, már jó. Igen. Anno Afrikában beszéltetek arról, hogy az illatérzékelésed nem tökéletes, mi a harci helyzet kegyelmével. Fú, de... Te szereted ezeket. A modorosságot nagyon ilyen. Tényleg Afrikában volt egy ilyen tesztünk, amikor te mindenfélét mutogattál nekünk. És fogalmatok nem volt, hogy mi az, de te különösen mellé fogtál az illatok beazonosításában. Igen. A helyzet egy ideig javult, és utána most megint romlott. És elmentem Arcüreg dokihoz, aki elmondta, hogy nincs igazából magyarázata ennek, hogy mi lehet az oka az ilyen erőszaglásvesztésnek. Agyi sérülés. Gondolkoztam, hogy valamiféle tobozmirigy, agyalapimirigy, nem tudom mi, de nem tudják igazából, hogy mi az oka, és most volt egy időszak, amikor elkezdett visszajönni a szaglás. Nagyon érdekes. Új gyerek a kispelus. Szerintem azért azt mindig megérzed, ha teljesen hülye vagy, és semmi orrod nincs, és semmi szaglásod, azért azt megérzed, de nincs nagy javulás igazából. Akkor ettől elbúcsúzhatunk. De igen. Már hiányzik, nem hiányzik. Nem, így elég csak 4 naponta fürdenem, mert nem zavarhatom saját magam. Hát, a család se. Tényleg, amikor Benni bezavar, hogy most már létszi, akkor apu, elég. Apu, ne bújj ide, létszíves. Ennek is vannak azért előnyei. Ne, ez egy fura dolog, azért ezt ki akarom vizsgáltatni, tehát nem feltétlen jelent ez jót. Neked semmilyen nincs, hogy valamelyik érzékszerveddel egy kicsit... Hát én látni nem látok gyerekkorom óta, de az a például együtt élsz. Tehát az úr elvesz, az úrad, jó az orrad viszont. Így is van, jó az ízlelése. Meg a fülem is. Meg jó a füled is. Hát szerintem, ha hozzászoksz, vagy hogyha így feldolgozod, elfogadod, hogy mondjuk valami nincs, akkor az lehet élni. Hát most a szaglás mire kell neked? Jó, ha mondjuk ég a ház, oké, azt. Nem baj, ha megérzed, hogy mindenki rohan, te megállsz. Mi ez a nagy szirénázás? Hova jönnek vajon, igen. Ha fel van tüntetve a szervizdíj a számlán, illik még plusz búravalót adni? Ha igen, mennyit kérdezi valaki? Hát ez a te asztalod. Attól függ, hogy melyik oldalról nézed. Vendéglátósként, igen, szerintünk még egy 10%-ot nyugodtan. Vendégként nem. Egyébként, ha nagyon elégedett vagy, akkor illik. Dehogy illik, miért? Hát ha rajta van a szervizdíj, ez az ő baja. Én adnék többet, a hülye rátette a szervizdíjat, hát akkor elégedjen meg annyival. Azért tette rá a szervizdíjat, mert egyébként nem adtok. Egyébként aljasság rátenni. Miért? Meg mi az, hogy szervizdíj? Hát hagyd döntsem én el, hogy nekem hát tetszett a kiszolgálás. Ez a szervizdíj, ez hogyan gomboljak le a vendégről még plusz 10%-ot. Nem tudom megindokolni a lopást, ezért feltüntetem szervizdíjnak. Gyönyörű. Gyönyörű. Elveszitek tőlem azt a plusz 10%-ot, amit lehet, hogy nem adnék oda. Borra való. Mondjuk, de csak ma. Hát, de ez opcionális. Jó volt a kiszolgálás? Normális volt a pincér, odajött, úrta az orrát, undok volt, nem volt jó a kaja. Miért teszel rá nekem arra 10%-ot? Nem te, hanem sokan. Nem jogos. Hát miért nem dönthetem én el egy étteremben, hogy tetszette, és akarok-e akár többet, mint 10%, és van egy 8000 szám, és azt mondom, hogy mondjuk adjál 10-ből, mert tényleg nagyon jó volt, vagy nem adok, mert nem volt jó az étel. De akkor nem menj be 10%-ot legomboltok, de nem tudom előre, hogy nem menjek be oda. Ott van rajta. Nem menj be oda, rajta van az étlapon. Rajta van, hogy szervizdíj 10-15 akármennyi százalék. És egyébként a világon ezt egy csomó helyen így csinálják, persze, ahol el is fogadják ezt a dolgot. Legomboltok rólunk még 10%-ot. Hát miért nem alap a jó kiszolgálás szervizdíj nélkül? Fordítsunk egyet a dolgot. Azért, mert nem mindenki ad szervizdíja. De miért nem alap a jó kiszolgálás, annélkül, hogy én adok vagy nem adok? Tessék engem jól kiszolgálni, és majd én utána eldöntöm. De hogyha rosszul szolgáltak ki téged egy ilyen helyen, igen? Akkor mit mondasz, akkor, hogy vonja le a 10%-ot, mert maga nem érdemli meg? Ja, hogyha egy olyan helyen, ahol fölszámolnak. Igen, egyébként föl van tüntetve. Akkor azt kifizetem. Hát nyilván, ha föl van tüntetve, én úgy ülök be, hogy én azt elolvasom, csak nem tartom korrektnek, de ott már nem állok föl. Benne van a szervizdíj, tehát az inkább ilyen. Plusz egy ezres azért nem fizetünk ki. Tehát fel nem állok, de alap kéne, hogy legyen, ahogy tényleg a tanító is megtanítja a gyerekedet, a buszsofőr is elvisz, a pincének az a dolga, hogy normálisan téged kiszolgálja. Az, hogy mi finom vagy nem, az egy szubjektív dolog, azt azért nehezebb eldönteni. Nem? És nincs olyan maradék a tányér szélén, ami egzakt dolog, hogy nem akarsz egy használt kanállal lenni például. Ugye? Tehát vannak ilyen egyértelmű dolgok. De ti már az ételbe beleteszitek a rezsit, beleteszitek amennyibe kerül, amennyit ezen keresni akartok, és azt mondjátok nekem, hogy pulyka cordon bleu, az vicceltem csak mielőtt bárki megint humor volt. Igen. Az kerül nekem 2300 ba hasábbal. Tedd bele a bidet, akarsz a bajodat, a hasfájásodat, az árat. Vagy minden. Akkor írj rá, hogy 2009. Úgy írjál rá 2009-et, de hagyd döntsem már, hogy adok-e neked arra most 4000-et vagy 3500-et, mert ne lopjál engem te meg. Azt észrevetted, hogy a menőhelyeken van a plusz ti? Tehát, hogy azzal már jelzed, hogy te egy menőhely vagy, hogy van kiszolgálási díj. Nem szép dolog. De ez nem szép dolog. Hát miért? Mert ezzel már a minőséget akarod sugározni a vendég felé, hogy nem véletlenül kérünk mi plusz 10%-ot, érted? Azért, mert mi menőhely vagyunk, jó hely vagyunk, emelt szintű szolgáltatást kapsz a plusz 10%-odért. Tehát attól lesz egy hely menő, hogy azt mondjuk, hogy plusz 10 teszem. Szerintem egy csomó helyen ezért teszik rá, hogy úgy tűnj, hogy ez itt nálunk ez egy ilyen kötelező dolog, de értsd meg, ki kell fizetned azt, hogy itt profi minden. Hát, ezzel nem győztél meg. Van, aki szereti, mert nem kell szűkölnie. Okay. Tehát ott van a végösszeg, meg és nem gondolkozik, hogy gyerekek, most akkor fizettünk 9003-at, és akkor 10-ből adjak 15-ből menjét, tehát megoldják helyette. Nem tartom korrektnek. Te lehet ellene vagy egy kicsit. Én abszolút ellene vagyok. Válaszolva a hallgatónak, én szerintem, ha már benne van a 10%, azon fölül még ott rátenni, az már egyfajta megfelelési kényszer. Kérdezzétek erről Jánost. Ő még, ha benne van a 10%, se teszi rá 10%-ot. És elvesz 3 édesítőt az asztalról. Ha nagyon jók, és nagyon szeretted, és nagyon akármi, akkor esetleg, de nem kell, szerintem a 10% benne van, ki van fizetve, kész. Igen, ez hol van az étlapon, ahogy én elkezdek rendelni, ott már rajta van, hogy 10% felszámolva. Vagy az elején, vagy korrekt helyen minden lap aljára odaírják, hogy a számla végösszege plusz 10% vagy 15, én olyat is láttam, szervizdíjat fog tartalmazni. És a féladag miért 70% sokszor egy étteremben? Mert annak az rohadjaknak, hogy féladagot kérek? Igen. Rajtam ne sporoljál, fizes ki 70%-ot? Például a 70, tehát a féladagos tányért ugyanannyi mosogatószerrel mosd el, mint az egész adagosat, érted? Értem, nekem ez inkább azt mondja, hogy ne kérj féladagot, mert nem éri meg, kérjél inkább egészet. Tehát inkább rá nem 50%-ot mondok, hanem 70-et, tehát kvázi arra lököm a vevőt, hogy azért kérd inkább te ki az egészet, mert nem éri meg fél adagot, mert úgy csak kapod meg a felét. De nem akarjál trükközni. Például a szakácsodnak, aki mondjuk keres, nem tudom, például egyszerűsítkedvéért 100 000 forintot, és azt mondod, hogy kedves szakácsom, ebben a hónapban az ételek fele fél adag volt, azt fél árért adtuk, tehát neked a 100 000 forintnak a fele 50 000, annak csak a felét kapod meg, hiszen fél adagot kevesebbet kellett díszíteni. Ezt értem. Érted? Nekem ezzel nincs baj, mert a fél adag 70%. Melóban vele ki kell sütni, mert ugye sokan akkor úgy mennek, hogy fél adagot kérek, csak az 50-et fizetem, és trükköznek vele, és akkor esznek két fél adagot, jól laknak, és jobban jönnek ki, nem fizetik ki az egészet. Ezzel nincs bajom, csak szoktam rajta gondolkozni, hogy az miért pont 70. Igen, 70%. Ráadásul nagyobb is szokott lenni, mint a fele, normális helyen. Aha. Az egész adag étel. Fél adagként kérve általában nem a fele, hanem kicsit több is. De ott, ami rárakódik, tehát a villanyvilágításért ugyanúgy fizetned kell, ha fél adagot csinálsz, mint ha egészet. Hello, fiúk! Jó, az a kérdés, válaszrovat nagyon szeretem. Az lenne a kérdésem, hogy a gyerkőceiteket beoltattátok-e kullancs elleni védőoltással? Most dilemmázok, 22 hónapos a kislányunk, beoltassuk-e? Annyi rosszat hallani ezekről a vakcinákról. Küszi-puszi. Kasszakoltak ide járni. Be. Ahogy nagyobbak lettek, mi nagyon sokat megyünk kirándulni, és egy csomó olyan helyen vagyunk, ami kullancsos, és nyilván átnézed, meg nyilván a kirándulás végén ellenőrzöd a gyereket, de ha véletlenül mégse, vagy már itt a soltál este, és átmentél egy kullancs fölött, és az benne vagy, akkor szerintem jó. Ugye kétfajta dologról beszélünk itt, az egyik a védőoltás, az Isten nem mondja hülyeséget. Meg az a Lyme ellen van, nem? Nem, az a gennyes agyhártyagyulladás ellen. Így van a Lyme-kor, ami ellen nincs védőoltás. És a gennyes agyhártyagyulladás ellen oltathatod be. Igen. A kettő különböző, tehát kétfajta fertőzést tudsz összeszedni a kullancstól. Na most a két okos figyelt, hogy megfejt. Gyerekkorvos rászorítanak a kormányra, anya, tudod, hogy... már. Nem, tényleg így van, tehát van a Lyme-kor, amikor ugye megváltozik a kullancs körüli kis csípés, és akkor nézetbe pirosodik, nem valami. Meg van a gennyes agyhártya, ami nagyon durva. Igen, és az ellen van oltás. Igen. Nekünk azt mondta a gyerekkorvosunk, hogy mivel mi olyan környezetben élünk, így érdemes, mi például beadtuk. Nagyon. A Berinek is, meg a Noelnek is. Legyen csak 5% esélye, hogy történik velem egy gyerekkel, és kap egy gennyes agyhártyagyulladást. Hogy magyarázod meg magadnak, hogy ott volt a lehetőség, de nem tetted meg? Nem feltétlen biztos, hogy megkapja, de ha igen, és mondjuk tényleg 7 évesen valamilyen dolog történik, és onnantól kezdve nézi a pókot a sarokba, és mondjuk semmi. Sose bocsátod meg magadnak, hogy ott volt a lehetőség. Én utálom ezeket a védőoltásokat, meg én nagyon-nagyon-nagyon, tehát egy ártatlan, friss, tiszta immunrendszert az első 6 évben telelősz mindennel. Tehát megszületik, azonnal beletolod a BCG-t, azonnal 1 évesen, 6 évesen ismétlő, még egy ismétlő, plusz szarota, ez az egy csomó minden, mi szájon át, mi oltása. De ha meg közben például választhatsz, hogy most a gyerek átesen a bárányhimlőn, és 3 évig, vagy 3 hétig ordítson, és vakarja, és viszkessen, vagy beadsz neki egy védőoltást, és akkor enyhe lefolyású, vagy egyáltalán nem történik meg, hát akkor az ember beadja. Közben hallasz rémdrámákat például a 1,5 éves oltásokról, ott az egy nagy kombinát. A 1,5 éves csecsemő, vagy kisgyerek, kis. Amikor a gyerek is a gyerekkorú azt mondja, hogy na ő ezt nem szereti, mert ennek nagyon sok szövődménye van. Beadja? Hát ugye az kötelező. Az kötelező. Tehát 6 évesen ismétlő, 1,5 évesen, azt hiszem van egy nagy. Az ilyen-olyan, nem tudom felsorolni, nem értek hozzá. De az dermesztő, amikor a gyerek és orvosira azt mondja, hogy na itt most akkor figyeljük nagyon a gyereket, mert itt azért látott már szövődményekkel visszajönni gyerekeket, nem is kicsivel. Ha elkezd szövődményesedni, visszaviszed. Hát akkor visszaviszed azonnal, igen, ha úgy reagál valamelyik ellenanyagra, nem tudom, hogy ugye nem allergiás, feldagad a keze, vizesedik, hát hallasz azért rémtörténeteket. Vannak nagyon jó homeopátiás szerek, ha valaki hisz a homeopátiában, én igen, vagy mi használjuk, működik, remélem nem tiltják be, hogy oltás kivezető. Ami azt jelenti, hogy azokat az anyagokat... Nem, de ja Istenő, nem oltás helyett. Aha, jó, tehát beadod az oltás, és utána abból segít... És abból segít kivezetni, és az mondjuk jót tesz a gyereknek. De például a BCG újszülötten azt kapja. Aha. Az egy csomó országban nem kötelező. Aha. Tehát itt azért... Erről érdemes lenne egy műsort csinálni, hogy oltsunk. Nagyon sok gyerekorvos ugye bizonyos oltásokat kivenne, van, aki nagyon oltáspárti, ez olyan, mint a gyógyszer vagy homeopátia. Ez is egy érdekes. Csináltunk egyszer egy ilyen műsort, az influenza elleni védőoltás volt. Emlékszel, egy orvos, aki támogatta, egy orvos, aki nem támogatta. Na, én például nagyon ellene vagyok. Aha. Tehát, hogyha nem vagy veszélyeztetett, terhes, idős, akkor miért ne bírnak ki a te szervezeted egy influenzát, ami átesse 3 napig? Tehát miért kéne egy felnőtt egészséges szervezetet egyébként mindenféle dologgal megmérgezni azért, mert azért ennek az oltóanyagnak vannak vívőanyagai, hát azért csomó mindent beviszel a szervezeted. Mi a fenének? Influenza, ha 40 éves vagy, sportolsz, felnőtt vagy, egészséges, nem vagy veszélyt. Minek oltatod be magad? Na, most a influenzás leszel, hát ha nem kap, van, aki normálisan felnőttem, mondjuk valamilyen durva szövődménnyel, nehogy Isten kórházba kerül, de egy egész szervezet az esetek nagy többségében azért azt tök jól leküzdi. Igen, csak tehát most már az influenzának is van olyan szövődmény. Igen, de hát azért azt nézzük meg, hogy hányból hány, nézzük meg a százalékokat, persze 1000-ből 1, mindig valaki jelentkezik, hogy de az én tesóm 40 éves volt, influenzás lesz, szövődmény lett, és nehogy Isten mondjuk persze meghal, de meg kell nézni, hogy hányból hány. De azért az esetek nagy többségében azt 3-4 nap alatt leküzdött. Én például azt Abszolút nem. Te oltatsz minden évben? Nem. Hát minek? Nem. De nem vagy veszélyeztetett, azért az esetek nagy többségében leküzdöd. Igen. Nem? Én 2 évet oltattam, nem lettem tőle beteg, mert azt is szokták mondani, hogy beadod ezt az oltást, és akkor lesz szokott verni. Vagy lever egy kicsit. Lever, azt én megúsztam, nem voltam utána influenzás, de azóta se voltam influenzás. Tehát lehet, hogy örökvédettséget szereztem ezzel, nem tudom. Én már évek óta nem oltatom magam. Van, akit ezzel érdekel, azt mondja, egy kérdéssel nem foglalkozatok fél órát. Jó, hát ne haragudjatok, azért ennek a rovatnak az a célja, hogy mit rövidebben, mit hosszabban, de megválaszol. Szóval visszatérve a hallgatónak, szerintem érdemes beadni. Bali, jössz ma a kökihez sörözni? Kérdezi Szatyi, rövid a válasz, nem. Megbeszéltétek, vagy volt ilyen? Volt duma. Igen. Feri, mi lett a pupoddal kinövéseddel? Megoldódott, hát nem? Hát figyelj, leszették. Sajnos anélkül kellett elbúcsúznom tőle, hogy egy pillantást vettem volna rá legalább. Bali, neked hogy tetszik a Maradj talpon? Az RTL megvenni a formátumot, lennél a műsorvezetője? Üdv Kolosi Peti, de hülyék vagytok. Szívem, komoly a kérdés. Üdv Kolosi Peti. Én annyira szeretem az elmebeteg hallgatókat. Üdv Kolosi Peti. Szia Peti, a helyzet a következő. Hívjál fel 10 után, tárgyaljunk róla. Elkezdtem komolyan megválaszolni, hogy mit gondolok a műsorról, meg hogy lennék, vagy nem lennék. Erre látom az aláírás. Na, nézzünk egy következő kérdést. Azt mondja, hogy ez a hét is hamar elment, így van. Mindig engem érdekelt az, hogy éjjel van-e bent valaki, vagy előre be van állítva a zenei track lista. Mi lesz, ha elromlik a számítógép? Ezt Martint kérdezi. Éjjel itt nincs senki, nem? Előre be van állítva minden, itt ég egy kis lámpa, van egy emergency, ugye, hogyha a gép lefagy, akkor elindul valami CD-ről. Van emergency? Van emergency, az ugye ez egy ilyen önmagát beindító CD, egy Skynet, amit öntudatára ébred. Ha a gép vagy a pult lefagy vagy megáll, akkor bizonyos csend után, x másodperc után elindul az emergency. 35, ezt nem tudtam, 35 másodperc után elindul egy CD. És akkor CD-ről mennek a jobbnál jobb. Még mindig a Vatizlával kezdődik az emergency. Azzal kezdődött régen a Damba? A Damba az volt. Ezt meghallottad? Tudtad, hogy megy az emergency, áll az egész rendszer. Tehát éjszaka itt nincs bent senki, automatára lehet tenni ugye a pultot, és órákon keresztül a beszerkesztett dolgokat, reklámokat, nem tudom, milyen vannak hírek, leginkább magyar zenék vannak hírek, azokat ugye futtatja egészen mondjuk 5:30-ig vagy 5-ig. De van ilyen technikai ügyeletünk? Van? Tehát valaki itt ül egy technikus azért? Például a portás mondjuk igen. Azért ő bejön ide a pult, meg hát ez mi ez a hallom, ezt megnyomom, nem szól még mindig. Tehát, hogy nagyon nincs benne senki, de ez magától megy. Tessék? Távról el lehet érni a pultot. Hagyjál már, igen? Zsül, ha ezt a pultot. Gyugyó távról otthonról? De ha beindul a VCD, akkor ő fölhívja a VCD Gyulát, hogy engem távolról érjél el. Igen, tehát miközben megy a Vatizlával, közben a pult fölhívja Gyulát. Igen. Szia Gyula, pult vagyok. Gyere be, vagy távirányít. Egyébként tényleg Gyula otthonról bele tud szólni itt a pult működésébe. Érdekes kis rendszer ez, igen. Azt mondja, hogy Bali, mi az a csúf nagy folt a kezeden annyira ronda? Anyajegy, köszönöm a kérdést. Drágák vagy, csak annyira ronda. Végem tervez az RTL Klub celeb vagyok, csak próbálom pörgetni a kérdéseket, hogy mindenkire sor jusson. Judit kérdezi, szerettem miattatok. Hát ez egy nagyon drága műsor volt, erről most nincs szó. Lehet. Új, de sajnálom. De jó lenne kimenni Dél-Afrikába egy hartocskát, mi? Gyerekek, én imádtam. Nekem nyaralás volt, azt én ti bocsánat a kifejezését, de tényleg, mint a torkos bor, reggeltől estig. Igen. Sőt, még olyannyira kivégeztétek magatokat, hogy amikor volt egy szabad napotok, sem mentetek el sehova. Pedig volt látnivaló, mi Zsüllel túráztunk, én imádtam. Nagyon-nagyon jó volt. Nagyon, hát te végeztetek 10-kor, és ide mentetek, és elefántokat néztetek, és szafari parkra mentetek, és vízilovakat néztetek, mi meg mentünk bátorság próbára. Kinek mi jutott? Lement Zsül az indiai óceánhoz. Na azért szemét vagy rohagy. Nem voltam ott. Akkor Zsül 6 hétig volt, hogy hazamentél, igen. Mit szóltok a Gönci ügyhöz? És a Trutkorról mi a véleményetek? A Trutkorról beszéltünk, őt kirúgták, hallottuk, hogy tárgyal vele az RTL, legalábbis olvastuk. De a Gönciről is beszéltünk, szerintem egy rövidet elmondtuk, meg azt mondjuk, hogy ahogy nyilatkozhat, akkor majd beszélgetünk vele is. Igen, a Gönci esete abból a szempontból érdekes, vagy abból a szempontból pozitív szerintem, hogy ő ezt nagyon korrekten intézte. Mert azzal sosincs baj szerintem, és én ezt mindig hangsúlyozom, ha valaki átmegy A-ból B-be, itt a hangsúly mindig azon, hogy valaki ezt hogy intézi. És ugye Nóri kapcsán beszéltünk még arról, az Ördög Nóri kapcsán, hogy az ő esete érdekes volt, mert ő készítények elé állította a csatornáját, és elmondta, hogy már aláírt. Az nem egy szerencsés helyzet. De ebből a szempontból Gábor tök korrekt volt, én beszéltem vele hosszan, ő elmondta, hogy gyerekek, megkerestek, ez a helyzet, beszéljünk róla, majd úgy döntött, hogy ő ezt elfogadja. Ez szerintem az ég egyatta világon semmi baj nincs. Tehát az, hogy az ember alap RTL-es arc, az nem azt jelenti, hogy akkor kötelezőszerűen most akkor így kell meghalnia. Tehát ő azt gondolta, hogy nincs előre lépés, átmegy híradozni. Más kérdés, hogy szakmailag én ezt a dolgot teljesen máshogy ítéltem volna meg, mint a Gábor. Nem biztos, hogy... Már a híradót? Hogy jó-e a híradó vezetése? Mennyire menjek ebbe bele? Nem, a híradó vezetése nem. Nyilván a Gábor tudta, hogy a fókusz. Tehát örök életébe itt ő fókusz lesz, se több, se kevesebb, egy elismert, működő jó brand, szeretik, nézik sokan, és az egyik legnépszerűbb műsor az RTL-en. De ebből kilépni nem nagyon lehet. Itt. Az RTL-en, igen. Átülni, híradózni, az egy más kérdés. Kérdés ugye, hogy egy ilyen bulvár magazinból az ember hátül híradózni egyrészt mennyire tud. Lehet hiteles. Rövid távon ez kérdéseket vet fel. De hát ezt a Gábornak kell tudni. A másik, ami érdekes, hogy egy ilyen híradót csinálni, amilyet most tudjuk azért, hogy az milyen híradó, ugye? Mindenki olvas politikai napilapokat, mindenki tudja, hogy milyen kötődése van a TV2-nek a kormányhoz, mindenki tudja, hogy mi a tulajdonos, és szerkezet, azért ez erről lehet beszélni, ezt azért ugye tudjuk. Jelen esetben szakmailag egy ilyen híradót úgy vezetni, hogy tudod, hogy azért az sokszor kézi vezérlésű lehet, ez és bizonyos típusú híreket kell ugye elmondanod, felkonferálnod, benne magályokat szülne. Ez és azt mondanám, hogy én nagyon szeretek híradózni, vagy szeretnék, de félnék attól, hogy azért itt milyen típusú híradózás zajlik. Most látjuk azóta, mióta ugye Endi Vajna, Habony Árpád neve felmerül a TV2-vel kapcsolatban, sokszor milyen hírek jelennek meg. Ezt lehet szeretni, nem szeretni, ez mindenkinek megítélésé, és én most nem erről beszélek, hanem arról, hogy híradósként vállalnám-e azt, hogy egy ilyen híradót... Tessék? Kerül rá most bélyeg? Hát mindenféleképpen. Aha. Hát aki ne... Hát hogy ne? Persze. Aha. Hát van egyfajta politikai betagozódása most a TV2-nek, hát ez így van. Tehát ezt most lehet mondani, meg a Dirk is azt mondta, hogy nem lesz, meg nem kormányközeli csatornát csinál, hát azokat az embereket, akit a TV2 alkalmaz és felvesz, ez látjuk, hogy itt most tulajdonképpen mi zajlik, nem? Hát aki nem látja, az nem ismeri a magyar rendszert, média, politika kapcsolatát és a viszonyrendszert. Azért, mert egyel följebb léphetsz, ugyanakkor tudod, hogy van ugye egy háttér benne, ami befolyásolni fogja a te munkádat, és ezt egy ilyen serpenyőbe beletenni, nem tudom mennyire jó, de bele kell, igazad van. Bele kell, de ezt a Gábor vállalt, és ezzel semmi baj nincs. Én szerintem ezt nagyon korrekten intézte, és ez tök jó, hogy az ember ezt így tudja meri intézni, tehát ebből a szempontból a Gábort nem lehet emiatt nem kedvelni, vagy megszólni, mert szerintem ezt így kell. Tehát bement, és azt, gyerekek, ez van. Tárgyalni, aztán elfogadtam. És aztán gondolkozott rajta, de mindenki tudott róla, és nem a színfalak mögött volt egy deal, ami után viszont akkor azt mondta, hogy hát aláírtam. Na, az nem túl szexi. Az és nem tudták varasztalni valamivel? Azt én nem tudom, hogy akarták, nem hittem, hogy akkor, hogy ráajánlottak. Én a tárgyalás részletét nem tudom. Éjszakai háttérműsor. Nézd, nem biztos, hogy a Kolosi Péter lennék, nem biztos, hogy az egy éjszakai háttérműsor. Nézd, Gábor, fokozunk, egy éjszakai háttérműsor. Vagy egy hajnali 5-től 6-ig. Nézegettem most a TVR 7-et, hol van szabadsága jövő héten, 2:30 és 3:30 között tudnék neked valami. Igen, szóval ezt, de beszélünk Gáborral majdha aktuális és tud nyilatkozni. Feri Cigi, kérdezi valaki röviden? Nincs. Azóta se? Nincs. Hát, komolyan mondom. Nincs. Komolyan csalódnom kell benne. Még mindig? Hát persze. Tényleg? Ezt minden héten megkérdezem, de szeretném. Nekem szerintem örökre fog. Mert én szerettem, sose szabad beleszeretni a dohányzásba, de ha őszintén beszélünk, én nagyon szerettem magát az egész, a rituálét, a mindenét, a közösségi élményét ennek a dolognak, nekem hiányzik. De tartom magam szeptember 20-a óta. Igen. Hát az nagy dolog. Az fél év. Most már ideje lenne visszaszokni. Nekem már nő aljam, úgyhogy nekem már minden. Én már voltam egy fél évig kopasz, most már növeztem. Az átmeneti időszakot ne akarjátok megtudni. Egyébként nem véletlen, nem teszek fotót az Instára. Igen, most már tényleg olyan vagy, mint egy korongecset. Igen, sajnos ez az átmeneti időszak, ez egy nehéz időszak lesz nekem, de át kell rajta esni. 1,5-2 év is újra olyan lesz, mint régen, úgyhogy minden. Bali, miért voltak azok a megjegyzések tegnap, amit a nap hallgatójával beszélgetetek, hogy hallgass minket, amíg teheted című vicces kiszólások? Gyerekek, erről majd beszélünk, ha itt lesz az idejem. Tessék sokat olvasni. Tájékozódni, olvasni. És a sorok mögé látni, hogy mi történik valójában. Na, köszönjük szépen a kérdéseket. Ennyi volt mára. Rengeteg kérdés, de nem fért bele minden. Van, amit hosszabban válaszoltunk, meg ne haragudjatok ezért tényleg. Lettünk szúrva, hogy miről beszéltünk? Hát, hogy nagyon sok kérdés, és hogy egy-egyet miért ilyen hosszan pörgessük jobban, de akkor majd jövő héten átállunk egy gyorsabb mondatosra. Tehát kérdés, egy válasz, vízlát. Ali, nő ajánc, így van. Feri Cigi, nincs. Kérjön a következő. Na, játszunk, itt van már is hallgatónk, 3-as ugrás játszunk valakivel. 3-as ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Valaki csak annyit írt, Bali, a politikát engedd el, ahhoz hülye vagy. De legalább őszinte. Szuper. Én ezt szeretem. Ezzel nincs baj. Nem is azt mondtuk, hogy ahhoz ért, hanem hogy rálát. És a nagyon figyelmes, imádom, ébresztétek fel a Janit. János, nagyon csendes vagy. Hát Istenem, figyelj, igen. Ez az UFO sztori, ez. Megtette a hatását. Halló, jó reggelt! Sziasztok, Ákos vagyok. Ákos, hello Ákos, honnan hívtál minket? Jászfényszarún vagyok, most jelenleg dolgozok. Jászfényszarún dolgozok. Ütőgépgyár? Nem, televíziógyár. Távírógyár? Televízió. TV. Ja, televízió. Aha. Az picit erős lenne, hogy távírógyáron dolgoznak. Még mindig. Borzajelekkel és füstjelekkel kommunikálnak. Jól van, hát Janit szoktam megkérdezni, hogy milyenek a kérdések, de megnézem és megmondom neked, hogy milyenek a kérdések. Akarod tudni, vagy menjünk neki, és nem is akarod tudni? Menjünk neki szerintem. Ez a beszéd. Legyél bátor. Egyébként mindegy, hogy akarod-e tudni, vagy nem, csak az időt húzom, mert nem találom a kérdéseket. Így van. Azt mondja, hogy figyelj, így szól az első kérdés. Hogy nevezik a nomád népek nem ezzel borított sátorszerű lakhelyét? Jóta. kisugott neked. Hát, többen is, mert van egy kisebb hadsora körülöttem, de... Tényleg? Igen. Na, hányan vagytok? Hát... 74-en. 14-en, 5-en. Az nem egész tévé részleg, mi? Az egész cég, vagy... Ne, hát itt az iroda egy része körém gyűjt. Aha. Tehát a könyvelőosztály egy része köré gyűlt. Ez tényleg a könyvelőosztály, igen. Nagyon helyes. És 14-en ott kúksoltok egy rádió mellett, vagy melletted, és mindenki? Nem, mindenki a fülhallgatóval a fülében, körülöttem. Wow. Aha. Tehát mindenki okos telefonon hallgat bennünket, és mindenki figyel. Igen, igen, pontosan. Na jó van, hát akkor úgy mondom, hogy figyeljetek. Jó? Mert sokan mondtak. Hány mozifilmmel játszotta el eddig Daniel Craig James Bondot? Ezt? Hát, tehát, hogy hány James Bond volt már? Daniel Craig alatt. Ehhez mondjuk kicsit függőnek kell lenni. 3, szerintünk. Igen. Jó, hallottam? Mondtál valamit? 2, akkor. Biztos? Lejár az idő. Na most mindenki más mond, legyen 4. Jó, csak azért, mert péntek van, meg ennyire jó arcok vagyunk, tényleg komoly, nem találtam már a vesztes gombot nyomó, én nem találtam. Nincs mit. Igen, az a szó, amit kerestek, az az volt, amit mondtam. Na, mi legyen a harmadik kérdésem? Menjünk neki. Biztos? Menjünk, persze. Még sokan vagytok. Melyik a Föld legnagyobb szigete? Nem adok rá sok időt így a második kérdés után. A Föld legnagyobb szigete? Ausztrália. Hát, nem. Földrész Ausztrália, igen. A hivatalos meghatározás, ezért nem. Egyébként valóban sziget, de akkor mondjuk, nem tudom, az Egyesült Államok is sziget lehet. Jó, igen, persze. De nem ez a megfejtés. Igen. Ez rányomtátok gyorsan, ez a Grönland. Grönland. Bizony. Hát akkor bummozzunk. Nagyon régen volt bummozás, mennek az ajándékcsomagok, nézzük meg. Mire megy 15 ember a BUM szoftverrel? Egyszer egy nagyot. BUM! Jézus már. Hát ugye a gép aludt egy negyed órát, és utána indult rá. Hát nálam semmi, de a Zsülnél sem, ő is alszik. Anna, nem, erre nem ad. Ez egy nagyon hitehagyott boom volt. Pedig próbálkoztunk. Ákos, fájdalmas a búcsú. Köszönjük. Nem baj, köszönöm én a lehetőséget. Sziasztok! Sziasztok, hello. Ez volt a 3-as ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. 3:10 lesz, pontosan 6 perc múlva jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! 3:10 van pontosan, kaptunk egy SMS-t. Hoho, egyes földrajzoktatóknál Grönland a 6. földrész. Hoho, sok felkiáltójel. Igen. Hát János ezt így fogalmazta meg ezt a kérdést, de a válasz mindenképpen rossz volt. Tehát egyébként megmondjuk most már az őszintét, hogy ezért nem marad benne. Nem tudta vállalni. Pontosan, igen, hogy Grönland hova tartozik, ezért inkább elment. Elrohant Lőrincre. Na, János úr nincs, ugye mondtuk, hogy elvitte egy anomália, egy fura anomália, egy nagyon fura anomália. Lőrincen érzékelte, úgyhogy elrohant. Mi pedig mutatjuk, mivel is foglalkoztunk ma reggel. Hát megpróbáltuk település neveinket angolra fordítani, mert kaptuk egy levelet, ahol lefordítottak néhányat, mi ezt nagyon szerettük, és arra kértük hallgatóinkat, hogy próbálja meg mindenki angolul elmondani, hogy hol lakik. Egészen fantasztikus. Húzzátok ki magatokat, mert az elmúlt egy év legjobb hallgatói tevékenysége volt szerintem. Tehát nagyon jókat kaptunk. Szikrázott mindenki, és nagyon jó volt. Igen, tehát a Balatondal Left the Tune az Left the Tune, ugye így volt. Szenzációs SMS-ek jöttek, ezzel foglalkoztunk, valamint meghallgattunk egy Pataki Attila interjút, és sokat szóra rájöttünk, hogy Pataki Attila az egyik legbátrabb magyar. De tényleg. Mert hogy szerintem ebben az országban azért nem csak ő, meg nem csak én hiszünk abban, hogy talán nálunk értelmesebb, intelligensebb lények jönnek, mennek, és akár még az is lehet, hogy meg is látogatnak bennünket, és itt vannak körülöttünk, de Attila már sokat szóra bizonyítja, hogy ő nem törődik senkivel, semmivel, kiáll nagy nyilvánosság elé, és elmondja, hogy mit gondol a földön kívüliekről. Adott a Petőfi TV-nek egy interjút, ahol hát kendőzetlen őszintességgel mondta el, hogy kikkel, hol, mikor találkozott, hányszor rabolták el, mi történt vele az ágyában otthon, és kiket látott Miamiban egy szálloda teraszán. Mélyen és őszintén. Mi meghallgattuk ezt az interjút, kielemeztük, úgyhogy ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show. 5 perc múlva pontosan 10 óra. Attila a legbátrabb. én még mindig fenntartom ezt, hogy így kiállni a nyilvánosságra. Lesz még tőle meglepetés, biztosak lehettek benne. És ha egyszer kiderül, hogy igaza van, akkor viszont lapulni fog. Akkor biztos, hogy én térdre essek és imádkozni Csabi, jó reggelt, akkor kapaszkodós lesz így. Kapaszkodós, igen. Na, hívjuk gyorsan a naphallgatóját közben. Pataki Attila, de szerettem. Ott köptük ki a kávét reggel. Nagyon beteg volt. Nagyon beteg volt. Morning show. Az bizony, jó reggelt, hello, várjál, jön a tapsis, hello. Sziasztok. Hogy régen beszéltünk, Jenő? Jenő, hát régen beszéltünk. Picit le lettünk szúrva, Jenő, úgy érzem, hogy nem hívunk sűrűbben, ugye? Nem, én voltam egy kicsit inaktív mostanában. És neked köszönhetjük, a szia, úgy hívnak, a nevem Pat, de sokan csak Attilának hívnak, akkor te vagy Pat, aki Attila. Így van. Hát ez megér egy külön tapsot, Jenő, ezt mi nagyon szerettük. Voltál már naphallgatója régebben? Hát már többször is. Már többször is. Ilyen SMS után az ember nem sajnálja újra odaadni ezt a kitüntető címet neked. Hol hallgatsz minket? Jelenleg Budapesten. Budapesten. Mi volt annak az oka, hogy mostában nem írtál? Mondtad, hogy inaktív voltál. Hát elfoglalható vagyok, aztán nem mindig van időm írogatni aztán. De most kicsit... Most úgy jött ez a poén, aztán gondoltam, megírom. Kicsit oda pörköltél. Jól van. Oké, Jenő, küldünk neked egy szép kis ajándékcsomagot, illetve van még néhány plusz ajándékod, a reklámblogban meg tudod hallgatni. Jó? Nagyon szépen köszönöm. Mi köszönjük, hogy írtál újra, és hogy minket hallgatsz továbbra. Okay. Ciao. Sziasztok, hello. Hello. Na, mi a recept? Kérlek szépen, húsvét itt van a nyakunkon, úgyhogy sonkavásárlás és főzési tanácsok vannak, plusz egy kalács, egy ilyen húsvéti kalács, amiben a főtt tojások benne ülnek szépen. A kalácsban? Igen, képzeld el, bele van fonva. Azt a mindenit. Ilyeneket te lehet csinálni. Tegnap harudacskákat sütöttem a gyereknek, haladok? Ha szerintem nagyon jó vagy. Szerintem nagyon jó. Innen már csak egy ugrás a tojásos kalács. Hát nagy ugrás, de meg tudod csinálni. Jó. Jó lett a harrud? Egyébként jó. Hát akkor meg... Elővettük, igen. Néha adunk a gyereknek, ilyet imádja. Tehát jó, mindenki imádja. Lehet kamuzni, a hamburgerrel is lehet kamuzni. Igenis, egy hónapban egyszer. És semmi baj nem lesz. Igen, mi tepsibe csináltuk, hogy ne legyen olajba, bevettük, és akkor 230 fokon 10 perc. Gyönyörűséges. Fejből mondja a receptet, látod? Itt fél óráig minden nap, mindig elolvastam a gyors ütőmet. Tényleg 10 perc, tényleg 30, tényleg 10 perc. Sercegtek a harudacskánk. Jól van, fent van a Facebookon, ugye? Nézzétek meg, olvassátok el, csináljátok meg. Csabikám? Nálunk még mindig működik a harudacska, bár pont tegnap a Demeter azt mondta, ő most 8 éves, hogy elég. De lehet, hogy most lesz valami nagy váltás, és nem tudom, áttérünk valamire, vagy kitaláljuk, hogy mire. De hozok nektek egy évfordulós, egy jubileumi dalt, kérlek szépen. Gondoltam, hogy hozok nektek egy új Avicii, de hallottam, hogy ezt nem szeretitek, ezt a country-sat. Úgyhogy ezt szeretni fogjátok, képzeljétek el, van a Hands On nevű zenekar, 3 fiatal srác. Képzeljétek el, hogy ők még mindig működnek. Jézus Isten. És rendes, normális, jól kinéző pasik lettek, de pont 20 éve jelent meg az Mbapp. Hú, de utáltam. De hát, ha most egy nosztalgikus hangulatba kerül. Azt a dalt, az Mbappot? Igen. Honnan szedtük ezt elő? Jézus! Megvan CD-n. Az abszolút értelmetlenség maga. Remélted, hogy kinövik, nem? Igen, de maradtak itt. Kinőttek, legutóbb 3 éve jelent meg lemezük, tehát léteznek, működnek. A gyerekek ezzel a dallal többet kerestek, mint mi az egész életünkben 3-8-1 éve. Tehát, hogy valahol nem tudom, hol mulatják ők az időt ebből a dalból. Jó van, te vagy a 4 napos ünnep alatt dolgozol? Nem, én majd szerdán jövök. Szerdán leszed, és jó van. De ma még igen. Drága hallgatók, kérjetek Csabitól dalt, jó, 555 55 00, ez a telefonszámmal, szeretnétek dalt kérni, pihenjen mindenki, aki pihenhet, reméljük minél többen vagytok, mi jövő héten szerdán reggel 6 órakor érkezünk. Szevasztok! Ciao, ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébred.